Szabadságharc tegnap és holnap, ez azt jelenti, hogy ma nincs ilyen. Tehát ez azt jelenti, hogy nem esedékes, és ennek több oka van, más idők járnak most, más időket élünk, tehát jelen pillanatban a nemzet számára olyan lehetőségek, amelyek például 1956 idején is rendelkezésére álltak, most egészen egyszerűen nincsenek jelen, és itt elsősorban lelki hozzáállásról van szó. És ma sokkal nehezebb a helyzet, mert igazából nem is nagyon lehetne érzékelni, hogy most miért, kiért, hogyan kellene egyáltalán harcolni, csak azt lehet látni, hogy jobb nem lesz az országnak és a nemzetnek a helyzete. Azt, hogy rosszabb lesz, azt meg sajnos prófétának sem kell lenni, előre meg lehet mondani. Na most ilyenkor viszont azt is tudni kell, hogy nem azért vagyunk itt, hogy közösen elkeseredjünk, hanem azért, hogy abból vonjuk le a tanulságokat, hogy mit jelent mondjuk tegnap, és mit jelent majdan a holnap. És mi az, hogy szabadságharc? Tehát az, hogy a magyarság szabadságharcot vív 1526 óta, most az gondolom sejtjük, ez azt jelenti, hogy a nemzetnek a össztudatába, kollektív tudatába, már csak genetikai kódoltság révén is egy óriási tapasztalata halmozódott föl. Ez azt jelenti, hogy ha véletlenül mondjuk szabadságharcra kerülne a sor, ez nem azt jelenteni, hogy győztesen meg lehetne vívni, de valószínűség szerint a nemzet nem vallana szégyent. Ezt egészen pontosan ki lehet jelenteni. Az más kérdés, hogy a leveretés után nem biztos, hogy lenne nemzet. Tehát most nem olyan időket élünk, hogy fegyverrel, hősiességgel, külső hősiességgel bármit is el lehetne érni. Tehát most ezeket a harcokat befelé kellene megvívni. És mivel itt mindenki úgy maradt, hogy magára maradt, éppen ezért a hősiesség is minden ember számára saját életében vagy megjelenik, vagy nem. Tehát most nagyon nehéz arra számítani és várni, hogy majd lesznek olyanok, vagy lesz olyan, aki, mert mindig vannak ilyen hullámok, nagy lendületek, hogy majd egy hatalmas nagy szabadságharcos lendület fölragad bennünket az égbe. Égbe most az ragadtatik fel, aki belül megtalálja az utat. Most a megmérettetésnek jött el az ideje. A másik pedig, hogy olyankor, amikor nemzeti szinten nincs a nemzet tisztában azzal, hogy tulajdonképpen nemzeti létének milyen alapjai vannak. Na most onnantól kezdve megint csak nagyon nehéz a szó magyarsághoz mérten szabadságharcos időket feleleveníteni, mert amikor szabadságharcot vív egy nemzet, akkor nem kérdés, hogy ki a magyar, vagy ki nem a magyar. Most azért gondoljuk végig. Tehát jelen pillanatban most van egy össznépi nemzeti társadalmi rugdalódzás, kapálódzás, ami bármikor tényleg éhséglázadásba vihető át, megy az, nem kell azt átvinni. Viszont éhség lázadásból, vagy egyszerűen lázadásból szabadságharc még nem fog létrejönni. Tehát a szabadságharcnak tulajdonképpen nem a lázadás az alapja. Minden szabadságharchoz kell egy lázadás, tehát hatalmas nagy erőket kell megmozdosítani, de lázadásból még nem biztos, hogy lesz szabadságharc. Ezt gondolom nem nagyon nehéz belátni. Na most második Rákóczi Ferenc idejében sok minden utoljára lobbant föl. Tehát nem a szabadságharcok történetében, hanem a nemzet származás tudatának sors történetében. Tehát 1703-ban senki számára nem kérdés az, hogy a magyaroknak kik voltak az elődei, kik voltak az ősei, ha magyarnak született. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki Rákóczi oldalán indult el a szabadságharcért, vagy mondjuk a nádor Eszterházy Pál oldalán lamentált és tűnődött, hogy van-e ennek egyáltalán értelme, és eljött-e most az idő,
egy közös származási gondolatban gyakorlatilag nem volt kérdés. Kik az ősök? Kik a felmenők? Tehát tulajdonképpen bármelyik oldalon küzdött a magyarság, nem egymás ellen küzdöttek, hanem egymásért küzdöttek. Ezt ma nagyon nehéz megérteni. És ha valaki mondjuk a szatmári békekötésnek a történetét valamennyire is ismeri, aminek egy nem fegyverletétel, itt azért figyelni kell, a zászlókat tették le a majtényi síkon. Na most azért gondolom érzékeljük, itt azért teljesen mást jelent egy teljes, mondjuk nem lehet összehasonlítani a világosi fegyverletétellel. Tehát a fegyvereket, a kurucok 1213, egyszerűen nem tették le. Tehát nem volt fegyverletétel, zászló letétel volt. És olyan jogokat sikerült kiharcolni, ami megint érdemes egy kérdésen eltűnődni, hogy tulajdonképpen egy ilyen időszakban, független attól, hogy ki hol találja magát, melyik oldalon, ki az áruló és ki nem áruló. Na most én pontosan tudom, hogy Károlyi Sándort II. Rákóczi Ferenc árulónak tartotta. A nemzet szemszögéből nézve viszont az ember elkezd tűnődni. És nagyon sokan kezdtek el tűnődni. Hogy a szó hagyományos értelmében mondjuk, volt-e itt hazaárulás? Hát ha ma ilyen hazaárulóink lennének, akkor gondolom érzékeljük, nem itt tartana a nemzetnek az ügye. Tehát ott félreértések, problémák és egy olyan apokaliptikus jelenség leküzdésével kellett szembenézni, ahol már azt is látni lehetett, hogy mondani szokták, a kocka el van vetve. Tehát tulajdonképpen csak rossz döntéseket lehetett hozni, ettől függetlenül nyilván voltak olyanok, akik tisztán láttak. Tehát II. Rákóczi Ferenc tisztán látott. Károlyi Sándor viszonylag tisztán látott. És mégis, ahogy mondani szokták, Rákóczi irányából nézve ez hazaárulásnak minősült. A nemzet egy része felől tekintve pedig gyakorlatilag a történelmi alkotmány, tehát a Szent Korona által jelzett történelmi alkotmány újbóli visszaállítását jelentette. Tehát nem fegyverletétel történt, hanem egy elhamarkodott békeszerződés megkötése történt meg. Tehát mindössze a probléma a gyorsaságban, az elhamarkodottságban, és hát Rákóczinak a kizárásával történt. De amikor mondjuk Károlyi Sándor áprilisban, május 1-e tájékán teszik le a zászlókat, április 3-án, levelet ír Károlyi Sándor Rákóczinak. Az Isten szerelmére könyörgöm, jöjjön haza. Az Isten szerelmére könyörgöm, jöjjön haza. Na most Rákóczi nem jött haza. Ennek beláthatatlan következményei lettek. Tehát tulajdonképpen van két történelmi szereplőnk, ezek nem egy súlycsoportban vannak, nem egy nagyságrendben, de meg lehet érteni azt is, akit Rákóczi is elmarasztalt, és hát az utókor velünk egyetemben szintén elmarasztal. De azt is érzékelni kell, hogy ez nem abba az árulási kategóriába tartozott, amiben mi az árulókat számon tartjuk. Tehát milyen eredményt hozott a zászlóletétel? Gyakorlatilag mindenki teljes jogú körű amnestiát kapott, tehát a fegyverét mindenki megtarthatta. Felelősségre senkit nem vontak, legalábbis azokban az időkben. Mindenki a birtokát visszakapta, a nemzet visszakapta alkotmányos szabadság jogait, amiért harcolt, kivéve egyet-kettőt. Tehát azt azért azonnyomban jelezni kell, hogy nem ilyen teljes a kép. És II. Rákóczi Ferencnek József császár a következőt ígérte.
minden családi birtokot visszakap. Minden birtoka fölött rendelkezhet, semmiféle megvonás nem lesz, sőt, azok a jobbágy katonák, akiketnek ő nemességet ígért, nem mennek vissza többet paraszti sorba. Most nem tudom, hogy érzékelünk-e valamit. Hát tulajdonképpen, ha az embernek az egyik szeme népmesei példával élve sírni szokott, a másik pedig nevet, hát az ember azt mondja, hogy itt nem vereség volt. Itt nem fegyverletétel volt. Itt végeredményben bizonyos jogokat, élet-halál közepette, a nemzet mégiscsak kivívott magának. És mivel a mai alkalom egy bevezető, rávezető jelenségként előlegezi meg a majdani foglalkozásoknak az idejét, tehát második Rákóczi Ferenc témakörben ez egy bevezetőnek szánt ismerkedési est lesz. Tehát ezért most itt megint érdemes gondolatot vagy lovat váltani. Tehát én ezzel a kérdéssel most egy darabig látszólag nem foglalkozunk, hanem megyünk egy újabb irány felé. Ezt csak azért kellett így bevezetőben elmondani, hogy érzékeljük azt, hogy a Rákóczi szabadságharc az tulajdonképpen nem nagyon hozható minden szempontból édes testvéri kapcsolatba az 1848-as szabadságharccal. Tehát tulajdonképpen itt van egy elképesztő sajátosság, és ez pedig abban mutatkozik meg, hogy amennyit mi kudarcként éltünk át, vagy gondoljuk, hogy kudarc volt, hát végeredményben számtalan győzelem valósult meg, olyan módon újra hangsúlyozni kell, hogy a nemzet kivívta a jogait. Na most a kérdezem én, most hogy állunk a jogkivívás területén? Tehát szabadságharc tegnap, szabadságharc holnap. Egyáltalán tudnánk-e azt, hogy miért kellene harcolni? Tehát az, hogy nem tetszik, az, hogy rosszul megy, az, hogy egyre szegényebb a társadalom, hát önmagában ebből, tegyük szívünkre a kezünket, nem lesz szabadságharc. Tehát a szabadságharcot pontosan kell definiálni, és ugyanakkor azt is kell tudni, hogy nem biztos, hogy a pontos definíció az egy racionalitás mentén fog bekövetkezni. Tehát az ember nem akar állandóan okoskodni és mindent megmagyarázni, de jelen pillanatban nagyon sok mindent nem úgy tisztázunk, ahogy kellene. Tehát visszatérve második Rákóczi Ferenc korára, és hát visszatérve azokra a jelenségekre, hogy mi is lehetett itt végeredményben a fő nehézség. És még mindig a visszájáról, tehát a végirányából kezdjük. 1707-ben a száj van. 1708-ban kitör a pestis járvány. 1709-ben dühöng a pestis járvány. 1710-ben, és hát te volt egy 13-as dátum, tehát maradjunk 11-nél, és kiderül, hogy tulajdonképpen 1711-re hatalmas nagy probléma van, nem csak a Kárpát-medencében, hanem fél Európában. Tehát 7 év harccal fémjelzett időszak alatt, mondjuk, mivel egyikünk sem számolta meg a halottakat, tehát hősi halottakat, hadjáratokban meghaltakat, tehát erről azért pontos kimutatást nem lehet végezni, de már vannak halotti anyakönyvi kivonatok, tehát tulajdonképpen, aki történelmi demográfiával foglalkozik, valamire alapítja az ilyen megállapításokat. Tehát az ilyen megállapítások szerint 7 év kemény küzdelem, és 7 év az folyamatos háború, folyamatos hadjárat, hadjáratról hadjáratra megyünk. 50 és 70 ezer körülre tehető a meghalt embereknek a száma. A pestis járvány több mint 500 ezer embert szedett össze pillanatok alatt. Az egyik évben a száj nem lesz búza.
Ugyanannak az aszályos évnek a végén olyan irtózatosan kemény tél, de egész Európában, hogy ezt a korban is számon tartották, ma úgy mondanánk szibériai eredetű. Tehát minden csontá fagyott. És amikor arra gondoltak mondjuk nálunk is, hogy jó, az időjáráson túl vagyunk, keletről és délről behurcolják a pestist. Most akkor fel lehet tenni a kérdést, hogyan lehet így tovább harcolni. Tehát, hogy érthető legyen, hogy például egy Pálffy János, aki a császárnak az oldalán állt, de mondjuk egy Károlyi Sándor, aki Rákóczi oldalán állt. Tehát milyen szempontok vezérelték akkor az embereket? Egy biztos, a nemzetet féltették. Mert lehet még újabb hadjáratot tervezni, lehet külföldi segítség ígéreteiben bizakodni, na de ha 7 évig semmi nem valósult meg, hát gondolom tudjuk, hogy mi történik ekkor. Tulajdonképpen a nemzet számára nemzetközi külpolitikai szinten marad egy utolsó szalmaszál. Ez Nagy Péter orosz cár segítsége. Na most, ahogy én így elmondom, már lehet érezni, hogy ezért nem is kellett volna Rákóczinak kimenni Lengyelországba, hogy személyesen találkozzon Péter cárral. De hogy tényleg volt lehetőség ebben a tárgyalási sorozatban, azt a következő jelzi. A császáriaknak a seregét ugyanúgy pusztította a járvány, tizedelte és megtörte az időjárás. Semmiféle utánpótlás gyakorlatilag a labancerő nem kapott. Semmiféle utánpótlást. Ugyanakkor pedig, hát nyilván a kurucokat is, ugyanez a jelenség bántalmazta. És Rákóczi egy dologba bízott nagyon, és itt koránnál sokkal messzebb látott. Tehát itt jön be az a tétel, amit abban a korban nem értenek, mert nincs olyan történelmi helyzet. Miért van egy békeszerződésnek szüksége nemzetközi garanciákhoz? Tehát Rákóczi mindenáron nemzetközi garanciákat akart megkapni. Tehát készült egy általános európai béke rendezvény, szó szerint rendezvény, mert újra leosztották a lapokat, és 14. Lajos francia királynál, Péter cárnál, a svéd uralkodónál, a porosz uralkodónál, a spanyolnál, Rákóczi mindenhol azt próbálta elérni, hogy a magyarságot az új rendezési tervbe bevonják, és nemzetközi garanciák biztosítsák a magyar függetlenséget. Mert ő érdekes módon a Habsburgok adott szavának nem hitt. Ki lehet találni, hogy miért nem? Hát valószínűleg, mert az igaz beszédben olyan jó tapasztalatai halmozódtak föl, hogy aztán elfogult lett és átesett a ló túlsó oldalára. Tehát ő zseniális tisztasággal meglátta azt, hogy a Habsburgok, lehet, hogy pont nem ez az első József. Egyébként ez is egy talány, hogy ki volt első József. De amit a bécsi kamarilla megígér, vagy a bécsi haditanács, és mondjuk a császár valamilyen engedményt tesz, hát annak nem biztos, hogy a következő héten valóban lesz foganatja. Na most gondolom, sejtünk valamit. Tehát Rákóczinak ez a hallatlan nagy igyekezete, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen föl. Ez kérdésként így hangzik el. Ez az akkori Magyarországnak volt fontos, vagy a mostaninak lenne fontos? Az akkorinak is fontos volt, de a mostaninak lenne fontos. Magyarul vannak előképek. Tehát egy történelmileg tetten érhető hős nem csak attól nagyszerű és hősies, hogy abban a korban helytállt, hanem olyan dolgokra helyezi a hangsúlyt, amely a nemzet életében könnyen lehet, hogy majd a következő évszázadban, vagy az azt következő évszázadban lesz élet-halál kérdés. És ezért, ahogy közhelyszerű megállapítással lehet élni, megelőzi saját történelmi korszakát. Hát ez
könnyű belátni, hogy nyilván Rákóczi ebbe a kategóriába tartozott. Na most mit jelent az, hogy az egyik oldalon siettették, Rákóczi viszont késleltetni szerette volna a megállapodást. Rákóczi megint csak a zseniális ösztönökre lehet hagyatkozni, egész biztos, hogy megérzett valamit. Hát az, hogy Első József már rég halott. Hát gondoljuk végig, hát nem tudom, hogy ki ismeri a kronológiai menetrendet, de amikor a Majtényi síkon a zászló letétel történik, és felesküsznek Első Józsefre, hát József már több hete halott. Na most ezt viszont eltitkolták. Az anya császárnő. Tehát itt van diplomáciai játék végig a háttérben, és a kérdés ilyenkor mindig az, hogy ki az, aki messzebb lát. Na most Károlyi itt követett el káros hibát. Tehát Rákóczi hol? Nem mondanám én ezt hibának, mert egyikünk sem volt ott, és az így visszamenőleg könnyű ilyen nagyon okos dolgokat mondani. De amikor könyörögnek neki a rendek, hogy egy árnyék reménységért, és nagyon sok mindent Rákóczi is árnyék reménységnek tartott, Isten szerelméért, mondja Károlyi Sándor, felséged jöjjön haza, hagyja az ígérgetőket, azon nyomban jöjjön haza. Na most, ha akkor hazajön Rákóczi, könnyen lehetséges, hogy az a békeszerződés köttetik meg, amit ő képzelt el. A kérdés így hangzik, miért nem tudott hazajönni. Tehát ez egy utána kellene járni. És az, hogy ő Husztra hívott össze országgyűlést, és Károlyi pedig hát Szatmárba, saját birtok testének központjába, hát most mondanánk a nagyságos fejedelmnek, nem megsértődni kellett volna, hanem viharos gyorsasággal hazajönni. Csak hát jeleznem kell, hogy egészen más síkokon tölnek el néha dolgok, mint amit mi ok-okozati összefüggések révén egyáltalán át tudunk látni. Na most nagyon gyorsan térjünk vissza egy nagyon érdekes tényezőhöz. Ez pedig a következő. Aszály, elképesztő erejű hideg, téli fagyok, pestis járvány, magyarul a háttérben, de egy emelettel máshol, tehát nem azt mondom, hogy magasabban, idegen szakkifejezéssel élve, egy okkult hátteret sejtve. Az igazi háborúk hol törnek ki, hol robbannak ki? Hát mire a világban lecsapódik, ez valahol már létezett. Kicsit a kereszténység nyelvén úgy lehetne ezt megfogalmazni, gondoljunk János mennyei jelenés könyvére, hogy az első nagy összecsapás a hadak útján, a bukott angyalokkal, az ördögi erőkkel nem a földön történik, hanem Szent Mihály az égben viaskodik. És az ördögöt, a sátánt letaszítja a földre, érdekes módon sikerül neki a földre lepottyanni. Hát erre egyszer valaki szellemesen azt mondta, hogy miért pont ezt a planétát nézte ki magának ez a zuhanó lidérces messzefény. Tehát azért gondolom, belátjuk egy tejútrendszer nagyságrendű kozmikus térségben, azért lehetne másholva is pottyangatni. Hát ide pottyant. És ez örök érvényű figyelmeztetés. Amikor szeretnénk valami nagyon jót tenni, hallatlan nagyon jót, és tulajdonképpen mindig majdnem sikerül, de végeredményben nem sikerül, látszólag. Ez már a korszakok sajátosságára is figyelmeztet. Hát ezt többször megtárgyaltuk, jelen pillanatban a világ egy olyan világkorszakban van, amit nem aranykornak hívnak, nem ezüstkornak, nem részkornak, hanem vasnak, tehát vaskorszak, és a vaskorszak mentén sötétségnek a kilátástalan korszaka. Tehát ez azt jelenti, hogy kötelességünk akarni a jót, de tudni kell, más a vető, más az arató.
Tehát nagyon sokszor úgy tűnik, hogy annyi jó erőfeszítés, fáradozás, hát tulajdonképpen eredmény nélkül és gyümölcstelenül marad meg. Egy biztos, egy ilyen síkon. Egy másik síkon viszont pont ezek a látszólag eredménytelen erőfeszítések teremtik meg egy későbbi korszak ígéretes feltámadási lehetőségét. Tehát a nemzet pontosan tudja, hogy úton van. Második Rákóczi Ferenc is leírja emlékirataiban, leírja vallomásaiban, az első pillanattól kezdve tudta, hogy mi lesz ennek a vége. Tehát illúziói nem voltak. Ugyanakkor pedig mindig mindent megtett, és nem egyszer saját életét kockáztatta. És soha nem vált kedvtelen, és soha nem lett reményvesztett, hanem pontosan tudta, hogy van egy másik területe is az életnek, és azt kell tovább örökíteni, azt kell igazából menteni és félteni. Tehát amikor ilyen háttérvilággal találkozunk, hogy nem elég az, hogy itt van egy állóháború, hanem természeti csapások sorozata. Na most itt lehet igazából érzékelni ezt az úgynevezett sötét korszakra vonatkozó jelzéseket. Hogy ezt nagyon figyelembe kell venni. És az, hogy miért kell ilyenkor néha egy kicsit küzdeni, vagy mire kell a hangsúlyt helyezni, hát ezt ma már nagyon nehéz megértetni azzal, aki például a szerencse fogalmát csak úgy szálló vendégként álhírek útján hallotta. Zrínyi Miklósnak, aki hát végeredményben Rákóczi családjába tartozott, hiszen Zrínyi Miklósnak a testvére Zrínyi Péter, akinek a lánya Zrínyi Ilona, Rákóczi édesanyja. Na most Zrínyi Miklósnak mi volt a jelmondata? Aki viszont korának legkiválóbb hadvezére volt. Mi volt a jelmondata? Sors bona nihil aliud. Jó szerencse, semmi más. Tehát ha mindenem megvan, mivel ilyen világban élünk, még valamire szükség van. A jó szerencse. Na most hangsúlyozom, az ember nem is mer erről beszélni, mert úgy lejáratták ezt a fogalmat, ahogy általában a szentségeket leszokták járatni. Mert legfeljebb mondjuk a jobbról-balról jövő fekete macska, vagy a lottósorsolás útján jelenik meg az, hogy szerencse. Ne felejtsük el, hogy a szerencse szavunknak mi az alapgyöke. Szer. Szer. Na most kérdés így hangzik. Kell-e szerencse mondjuk az életben ahhoz, hogy a szeren belül én azt az elemi minőséget találjam meg, ami az én életem kiegészítő párja. Magyarul a szerelem kérdéshez. Kell-e szerencse? Segíteni fogok. Hát ne akkor találkozzak vele, amikor én már hamut is mamunak mondom, ő meg a bölcsőben ringatózik. Tehát gondoljuk végig. Tehát végeredményben időbeli egybeesésre is kell, hogy úgy mondjam, szerencsével tekintenünk, vagy lehet meredekebben is fogalmazni, találkozunk, de már rég férnél van, és 5 gyereknek boldog édesanyja. Na most gondoljuk végig, Tündér Szép Ilona és Árgyilus királyfi, magyar népmese. Árgyilus királyfi alszik az aranyalma fa alatt, pontosabban nem alszik el, hát ez a szerencséje, mert meg kell őrizni az aranyalmákat. De már majdnem elalszik, mert éjszaka kell lörködni, jön egy álomszellő, és az álomszellő éjfél tájban, ólomos, álmos nehezékként eddig mindenkit, még az ő testvérbátyjait is, akik jó őrzőkként álltak oda, éjfélkor úgy dobják magukat hanyat, és úgy alszanak el, mint annak rendje. Na most mi volt Árgyilus királyfinak a nagy szerencsére? Volt egy kis szelencéje. Na most magyar nyelven szelence, nyelvpörgetés útján. Szerencse.
Tehát én Tündér Ilonával lehetek akármilyen rámenős, meg akármilyen okos, ügyes, érzelmi hős, de ha valami hiányzik, pont ez a titokzatos kis spiritus, ez a megfoghatatlan összetevő, hogy jókor, jó időben kiteljesedjen ott az idő. Na de sötét korszakban, nehéz világkorszakban egyre kisebb lehetősége van arra az életnek, hogy jókor, jó időben az egész világ ki tudjon teljesedni. Tehát nem késünk el semmiről, csak ismerni kell a nehézségeket. És mivel ez a szelence, ez nála van, hát ez szétnyitja, és hát egy beleszippant, hát tudjuk, hogy mi ez, és egy tüsszentés révén visszakapja az éberségét, és abban a pillanatban szánsóhogást hall. És akkor már tulajdonképpen a szerencse kereke úgy forgott, hogy ezen a világon is túl tud látni. Tehát egy kicsit még érdekesebb, és nem is érdekesebb, hanem jobban érzékelhető módon, hát most aktuális is a jelenség. Van két csapat, ugyanazon a pályán. Az egyik állandóan támad, de állandóan támad. Jobbnál jobb helyzeteket harcol ki. És képesek arra, hogy egy méterről az üres kapu fölé rúgják a labdát. A másik csapat egyszer jut át a térfélen, és nem tudni, hogy a labda hogy forog, a csuda tudja, hogy, de éppen egy üresen lévő ember elé kerül, aki éppen akkor esik el. Mert mondjuk a cipőjének a fűzője az kibogozódott. És ahogy elesik, véletlenül belefejel a labdába, és kész a helyzet. Na most tulajdonképpen, hogy megérezzük, hogy mit jelent az, amit Zrínyi Miklós nem sokkal korábbi korszakban hangsúlyoz. Tehát valamire még szükségünk van. És ha én tudom azt, hogy itt a forgandóság játsza elsősorban a főszerepet, mert a szerencsének van még egy titka. Jön és megy. És nem személyválogatós. Na most végeredményben régen, és hogy milyen jelentőségű ügyről van szó, református vallási életen belül, amikor még festett mennyezet kazettás templomokat hoztak létre, hát nem egy olyan templomot ismerünk, tudunk, név szerint meg lehet nevezni, például ilyen Szilágy Lompért. Tehát a vallásos témák körében, hát a mennyezet a mennyeket idézi meg, ott van a szerencsekerék. És gyengébbek kedvéért még oda is van írva, szerencse kereke. Na most távlatos értelemben a szerencse forgandósága és kereke mit fog megidézni? Az égboltot. Tehát mint a mennyben úgy a földön, ez egy nagyon szép példázat, csak tudni kell azt, hogy ahogy jövök le a föld felé, úgy a forgás és a mozgás mindent föl fog kavarni, mindent elő fog hívni, és tulajdonképpen a kegyelem, az áldás és a szerencse hármassága az, ami végeredményben ráhangolódás útján és erények útján közös szintre hozható föl. Na most az ember nem ragozná ezt a kérdést ennyire, hogyha nem tudnánk azt, hogy mi volt a Rákóczi szabadságharc szerencsétlensége. Hát az, hogy nem volt szerencséje. Tehát rövid, definíciós válasz. Tehát mi volt a szerencsétlensége? Még egyszer elmondom, nem volt szerencséje. És miért nem volt szerencséje? Egyébként volt, tehát most mindig jelezni kell, hogy ezek sarkított mondatok. Tehát bele lehet kötni, meg lehet cáfolni, de mi most általánosságok mentén tájékozódunk. Például felteszem a kérdést, volt-e Rákócinak Rákóczi hadvezéri képességéhez méltó tábornoka, seregvezére, tisztje? Hát kiderül, hogy alig volt. Akkor volt neki
Voltak neki kortársai? Hát egy Károlyi Sándor, ezt maga Rákóczi írja le, az utolsó évben kezdett el, mert ezek kiváló katonák voltak. Csak abban a korban kiváló hadvezérek sokaságára és tisztek és altisztek sokaságára lett volna szükség. De nem volt. Miért nem volt? Hát 1526-tól 1686-ig a nemzet másfél évszázadok keresztül harcol, és kivérzett állapotban van. Hát a török kiűzése utáni években vagyunk. Az ország ki van vérezve. 1686 Buda felszabadulása, majd Esztergomé, Fehérvári, és hát Nándor Fehérvár még várat magáról. Tehát lebegtetve van még az országnak a helyzete, mert a két császár zseniálisan gonosz játékos. Most ezt a törökre így nem merném mondani, hogy zseniálisan gonosz, de nyilván ott is megvannak az irányítók. Tehát Magyarországot lebegtetik. Tehát annyira nem szorítják ki a törököt, hogy bármikor a török ne jönne vissza. Hát azért nézzünk rá a térképre. A Nándorfehérvár és a déli határőrvidékeken gyakorlatilag még ott vannak a törökékek. És egy tényleg kivérzett ország. És jön Lipót és kijelenti, hogy tulajdonképpen magyar királyság az zsákmány, hadi zsákmány. És nincsenek magyar nemesi jogok, nemzetnek a jogait tessék úgy megköszönni, és elképesztő a propaganda. Fel lett szabadítva a Buda. Mondják a magyar nemesi maradék rendek, hát persze, hogy fel. Örültök, hogy fel lett Buda szabadítva? Hát persze, hogy örülünk. Akkor tessék meg hálálni. És akkor egy lélegzetvétel. És körülben néz mondjuk Eszterházy Pál Nádor, most meg kell nekünk valamit hálálni. Igen, meg kell hálálni. Na de hogy hálálj? Hogy, hogyan? Hát nagyon egyszerű módja van. Ki kell nyilvánítani az örökké tartó Habsburg örökösödési jogot. Csak úgy hálából. Van ellenvetés? A török bármikor visszajöhet. Ők pedig teljes, hogy úgy mondjam, regulális haderővel ellenőrzésük alá tartják az országnak a túlnyomó részét, kétharmadnyi területet. Tehát mi lehetünk nagyon okosak, meg ki volt az áruló, meg Eszterházy Pál. Na de engedelmet kérek. Ki vállalja magára azt a felelősséget, amikor családok szinte teljesen kihaltak, hogy én elkezdek pattogni, mint a gumilabda, hogy ide lőjetek. Mert éljen a magyar haza és a magyar szabadság. Hát persze, hogy éljen. Na de meddig? Tehát bármikor el lehet öngyilkosságot követni. És akkor jön a következő tétel, tehát örökösödési jog, akkor ugye ebbe belementek. Hát mit lehet mondani, alig vagyunk. Hát most mit lehet mondani? És akkor van még egy apróság, aranybulla. Aranybulla végén a híres ellenállási záradék. Ez miről szól? Ez arról szól, hogyha a magyar király megsértené uralomgyakorlás közben a Szent Korona jogait, magyarul a nemzet jogait. A nemzetnek, a nemességnek abban a pillanatban nem lehetősége, kötelessége, ha kell fegyverrel harcolni a Szent Korona szabadság jogaiért. Ellenállási záradék. Ezt egyszer s mindenkor ki kell törölni. Magyarul nincs jogos szabadságharc, legfeljebb rebellió van, lázadás van a fennálló hatalom ellen, amit a nemzetközi szabályok szerint, mint lázadókat vérbe kell folytani. És mivel a nemzet ki van vérezve, sok választási lehetőség nincsen. Előtte ugyanis, tehát belemennek ebbe is. Levegőt kell venni, hát ki lehet találni. Gondoljuk végig, mi volt 1945 után. Tehát néha levegőt is kell venni olyankor, amikor alig merünk éveken keresztül levegőt venni. Tehát ez olyan, mint akkor víz alá nyomnak valakit.
és végre feljön, és akkor úgy írta rá. És akkor úgy elgondolkozik pár másodperc alatt, hogy tulajdonképpen most víz alatt akar megfulladni, vagy mit csináljon. És nem is biztos, hogy racionális szinten át tudja gondolni. Az élet él és élni akar. És a kérdés az, hogy valakit kényszerítenek erre, vagy önként és dalolva fogad el megalkuvó pozíciókat. Mert itt válik el erkölcsi szinten a két világ. És itt még van egy nagyon érdekes jelenség, Veselényi féle összeesküvés. Veselényi Ferenc volt Magyarország nádora. És hát a úgynevezett szervezkedés, amiről nem túl sokat tudunk, de sokat sejtünk, az gyakorlatilag rövid időn belül már a nádor halála révén is kisiklott, na de utána mi történt? Első Lipót. Hogyan torolja meg azt a becsületes tisztessége, szent korona jogait, a nemzet életét védő szervezkedést idézőjelbe. De hát itt a szerszógyök megint megteheti a magáért. Tehát hogyan torolja meg? Nádasdy Ferencet lefejezteti. Frangepán Ferencet lefejezteti. Zrínyi Pétert lefejezteti. Még egy Ferencet lefejeztetnek, és olyan embereket végeznek ki, akik ebben a nagy négyesben, hát nyilván, mert nem olyan magas a pozíciójuk, a történelem elfeledkezett róluk. Mire jön a második Rákóczi Ferenc, a magyar elit le van fejezve. Tehát gyakorlatilag mi volt az ő egyik legnagyobb tragédiája? Pont azok az emberek hiányoztak, akiket éppen annak előtte végeztek ki, vagy az utódaik mondjuk egy bécsújhelyi börtönben bolondultak meg. Zrínyi Jánosra gondoljunk. Megint csak családtag a Rákóczi világon belül. Tehát, hogy milyen elnyomó apparátus van. Tehát ma már ezt vannak sejtéseink egyébként, mert ma ugyanilyen dolgokat simán megcsinálnak. De amikor eljön az a bizonyos 1701, hatalmas nagy lelkesedés van, tenni akarás van, tűz van, hit van, remény és szeretet, és a kulcsfontosságú helyekről hiányoznak a kiváló szilárdsággal rendelkező katonai zsenik. Ha most a hadászat útján maradunk meg. Kérdés megint így hangzik, mivel tudjuk ezt alátámasztani? Hát egy dologgal. Számtalan hadjáratot megnyer mondjuk Forgách Simon, Vagbottyán, egész Dunántúlat elfoglalja. Rákóczi elfoglalja Esztergomot, tehát van egy olyan időszak, amikor szinte az egész Kárpát-medence Rákóczit szolgálja. Ez a pillanat viszont nagyon buborék életű, nagyon tiszavirág életű, mert hol itt kell visszavonulni, hol ott kell visszavonulni, és kiderül, ezt egyébként végig Rákóczira lehetne hivatkozni, ő maga is leírja az emlékirataiban, hogy nem egy csatát sikerült úgy elveszíteni, hogy tulajdonképpen senki nem tudná megmondani, hogy ezt a csatát hogy lehetett elveszíteni. Tehát Rákóczi szétteszi a kezét, és azt mondja, kedves nyájas olvasóim, nem ezt írja egyébként, tehát ő sokkal szebben fogalmaz, de ez a lényeg, hogy mindenki azt hinné, hogy ezek az emberek hazavárulók. Nem hazavárulok. Ott valami lement a redőny, és olyan tehetségtelenségről tettek tanúbizonyságot, ami más időben, máshol vagy más világban, de még ebben a korban is, bármelyik uralkodó az ilyen hadvezérére, tábornokára azt mondaná, hogy hazaáruló és azért veszített. De ő, mint nagyságos fejedelem tudja, hogy nem erről van szó. Most nagyon gyorsan egy tipikus eset. Ez a Hebre Ville nevezetű, maga Rákóczi úgy ír róla, hogy a vén csataló. Tehát képzeljük el, amikor József császár kinevez a hadjáratok élére,
kinevezi a legtehetségtelenebbet az ő világán belül. Pedig ott voltak, tehát Savoyai Jenőre gondoljunk, akkor egyik legzseniálisabb, jó hadvezér volt. És kinevezi, és Rákóczi sokáig nem érti, hogy ezt a vén csatalóat, akit még dragonyos korából személyesen is ismert, és csak mosolyog, ezt neveztétek ki. Jó, rendben van, már kineveztétek, akkor nem fog könyörögni, hogy egy ilyen dilettáns, szerencsétlen vén csatalóat azért nem kellett volna. Elkészíti Rákóczi, és ezt hadtörténészek is elmondják, zseniális. Tehát Rákóczinak az volt az egyik hadvezéri talentumai közül az egyik gyenge pontja, hogy kora fölött volt. Tehát olyan grandiózus hadászati távlatátlátása volt, ami majd csak a 20. század háborús idején lesz mondjuk fő szempont. Most azért képzeljük el, több száz évvel megelőzi a korát. És nyilván ő sem mondhatja el magáról, hogy minden csatáját megnyeri, de elképesztően zseniális hadvezéri képességei vannak, óriási stratéga, csak nem a kivitelezésnek a szintjén. Tehát arra kellene egy-két jó tábornok, vagy egy-két szerencsés véletlen. Na de pont mi hiányzik? Valami, egy légüres térbe került a magyarság sorsa abban az időben. És hogyha nincsen második Rákóczi Ferenc, akkor ez az elképesztő erejű légüres tér lehet, hogy szétpasszírozza a nemzetnek a lelkét. Tehát az, hogy utána a magyarságnak lett tartása, lett megint gerince, második Rákóczi Ferencnek köszönhető. Tehát nem vesztett elő semmit, nem szerepelt le, ő tulajdonképpen a nemzet tartását, szabadság szeretetét, nemességét, emberségét mentette meg. Hogy aztán utána mi történik, az már tényleg az evilági szintek kategóriájába tartozik. Most ez a Hebre Ville nevezetű dragonyosból, lotaringiai származású dragonyosból lett tábornok, aki már kivénhet vén csataló. Tehát tulajdonképpen a hamut is mamunak mondaná. Feladata a következő volt. Vigyen be Erdélybe katonai segítséget. És jön a másik neuralgikus gócpont. Erdély pont ebben az időben nem úgy, mint előtte, nem úgy, mint utána, mélyponton van. Tehát Erdélyre a nagyságos fejedelem nem tud támaszkodni. Tehát erdélyi főnemeseknek néha el kell mondania, hogy mi az, hogy szabadságharc. Mi az, hogy szabadság. Tehát viharos gyorsasággal, tehát hosszú küzdelmes időszakok után, kivérzések után, amikor jönnek egy nemzet életében a holtpontok. A régi tartás már nincs meg, az új pedig még nincs meg. Na Rákóczi ezzel a helyzettel szembesül. És ő leírja, hogy gyakorlatilag a székely az a legnemesebb, legősibb, legkiválóbb erényeket képviseli, és gyakorlatilag annyira kevés székely katonája volt. Miért? Mert az erdélyi nemesek a szabad székelyeket nem engedték. És ennek is megvan az egyik oka. Van egy Rabutin nevezetű, hát ha valaki az arcképét, ennek a francia származású, tehát már a korkép is izgalmas, francia származású, Habsburg uralkodó szolgálatában Erdélynek a réme. Tehát úgyhogy ki lehet találni, hogy milyen lelki tulajdonságokkal rendelkezhet. És néhány metszeten, ahogy őt ábrázolják, tényleg bestiálisan. Tehát ilyen szadista hajlamú, még a metszeteken is lehet érzékelni az arc vonásai. És ennek azért van egy zseniálisan gonosz húzása. Nagyszebenre meghívja az erdélyi vezetőket. Ezek pedig még Rákóczi beérkezése előtt, most gondoljuk végig,
Szépen, minthogyha, hát mint amikor Malétert meghívják és társait az orosz laktanyába. Szeret elmennek. Aztán pont amikor Rákóczi jön, nem mennek ki. Miért? Mert ott vannak nagy szememben. Az más kérdés, hogy lehet, hogy nem lett volna túl sok haszna belőle Rákóczinak, de gyakorlatilag tényleg mint egy grandiózus, hatalmas, nagy sakkjátszma, és néha, ma úgy mondanánk, véletleneken, nüanszi véletleneken múlnak dolgok. Na most ennek a Rabutinnak kell bevinni, hát számunkra ennek nem sok öröme van, de tulajdonképpen ez a Hebre Vile, és mellette megkapja Pálffy János alvezérként, vigyenek be utánpótlást, muníciót, élelmiszert azokba az erdélyi várakból, teljesen elszaparálódott a császári hadsereg. Tehát tulajdonképpen valami segítséget vigyenek. Most nézzünk rá egyszer Magyarország térképére. Csalló köztől Erdélyig, gondolom, ki lehet találni, hát azért nagy az út. És Rákóczi elkészít egy olyan zseniális tervet, amiről csak ő tudja, hogy ez a vén csataló, ez annyira ostoba, hogy ebbe bele fog sétálni. Soha senki ebbe a kelepcébe nem sétálna bele, ez a tábornok, mivel született tanti talentum, bele fog sétálni. És az egyik francia diplomata is, 14. Lajos követe is, aki szintén hadi tapasztalatokkal rendelkezik, mondja neki, hogy hát felséges fejedelem, nincs ember, aki ebbe a csapda. Ez jó, ez zseniális, de hát ez nyilván nem. És itt jön Rákóczi emberismerete. Igen, 1 millió ember közül 999 000 nem, de ez bele fog sétálni. És úgy csalja be egy ilyen szűk területre, egy ilyen töltés jellegű földnyelven kell keresztül menni ennek a tábornoknak, hogy ráadásul azok a kísérő szekerek, amelyeket hát a szekértáboroknak az ősi mintájára, amelyek, hogyha két oldalt jönnének, és hát tulajdonképpen két oldalról adnának a vonuló seregeknek egyfajta szekeres védelmet, hát már bajokat okozhatna. De annyira tehetségtelen ez a tábornok, hogy a szekereket, ami olyan, mint egy rövid ideig tart, de sokszor napokig lehet szekértáborban védekezni, ezeket beteszi középre. Tehát tulajdonképpen ketté osztja a seregét. Tehát le lehet csapni az utóvédre, az előmenetelőkre, és a kettő együtt nem tud találkozni, nem tudják egymást segíteni, mert ez egy olyan idióta, hogy a szekereket, mint egy ilyen koloncokat vagy gátat szépen közé teszi. És hát Rákóczinak is van egy rossz szelleme, én nem tartom annyira rossznak, és hát Bercsényi Miklós. Mindenki, aki abban a korban élt, hát Károly Sándor is, amikor megírja neki ezt a levelet, hogy Isten szerelmére könyörgöm, felséged jöjjön haza. Az egy Bercsényi ígéreteire és szövegeire ne tartózkodjon már ottként, hogy ne higgyen meg a Muszkának az ígéreteire, hogy jöjjön haza. Tehát tulajdonképpen Bercsényivel egy probléma is belép a képbe. Szarkasztikus figuráról van szó, kicsit olyan jó humorú, de olyan beszólós, ismerjük azt a beszólós, és úgy szól be, hogy utána akinek beszólt, az 3 napig keresi a alakját, a formáját, és egyáltalán saját magát is. Na most egy ilyen ember, aki ráadásul a legjobb barátja Rákóczinak, hát nem mindig örvend nagy népszerűségnek. De mivel ezt a hadjáratot, vagy ezt a csatát nem lehetett emberi számítás szerint elrontani, maga Rákóczi írja, ezért rábízta Bercsényi Miklósra. Miért? Mert ezt nem lehet elrontani. Tehát ez lehetetlen elrontani. És mivel Bercsényi Miklós ajánlott valakit, akit Géczi Gábornak hívnak, neki volt egy Géczi nevezetű katonája, és ennek volt valami rokona. De Rákóczi nem ismerte ezt a Géczi Gábort.
Tehát arra gondolt, hogy olyan, mint a rokona, apja, vagy a nagybátyja, vagy valaki. Hogy olyan? Nem is álmodozott arról, hogy gyakorlatilag itt az egyik dilettáns hozta magával a másik dilettáns, csak úgy baráti alapon. És nem fogjuk elhinni, hogy mi történt. Tehát ezt csak azért mondom, hogy érzékeljük ezeket a háttérerőket. Ezeket, amivel nem nagyon szoktak ezekkel foglalkozni, hogy ez miért lényeges, de akkor gondoljunk a sportéletre. Tehát valaminek mindig egy többletnek jelen kellene lennie, mert ha nincs jelen, akármilyen módon. Na de erre a többletre hogyan tudok ráhangolódni? Egyáltalán miben áll ennek a természete? És ez pontosan az az évtized, amikor a nemzet számára nincsenek többletek. 150 év török, örülünk, hogy élünk, és ha most nem harcolunk, soha az életben nem lesz jövőnk. Tehát elvilági, hogy úgy mondjam, összetevők reménytelenségben fuldokolnak. És hogy nem is lehet többet e világon kihozni a helyzetekből, miért? Mert közben van egy kozmikus háttérvilág is. Ez pedig átmenetileg úgy szól, hogy bizonyos dolgoknak meg kell történniük, ezt maga Jézus mondja, de jaj azoknak, akik által megtörténik. Tehát tulajdonképpen most olyan erők pörögnek ki a világra, hát nem úgy, ahogy József Attila leírja az eszméletben, hogy a gyerekek, a bogarak kipörögnek a napvilágra, hanem tulajdonképpen ami addig rossz nem pörgött ki a világra, évezredeken, évszázezredeken keresztül. Ez pontosan a mostani időkben, és ez minden vallás, minden benszülött, nem benszülött nép hagyománya tanítja, ez a híres korszakok tana, de ezzel mi éppen eleget foglalkoztunk. Erről már negyedik Béla beszél, Vitéz János esztergomi érsek beszél. Tehát érzékelni kell, hogyha évszakokra bontjuk le, akkor most nem nyár van, de nem is tavasz, de nem is ősz. Hogy mondja ezt Vörös Marti Mihály? Most tél van, csend, hó, halál. Tehát tudni kell, hogy most mi van. Tehát nem az van, hogy egyik rossz akaratú ember megtudja a másik rossz akaratú ember álmát valósítani, hanem olyanok a kozmikus feltételek jelen pillanatban, hogy a jónak kifelé való megnyilatkozása előtt hatalmas nagy akadályok tornyosulnak átmenetileg. Na de mi pont ebben az időben vagyunk benne évszázadok óta. Tehát bal sors, akit régen tép, hoz rá végeztendőt. Hát még hosszú időnek kell lenni még végeztendője. Miért? Mert ez kozmikus időket élünk. És most nem kezdet van, nem kibontakozás, hanem valaminek a végidejét éljük. És végidő és végső megmérettetés és utolsó ítélet apokaliptikus szinten nem azért történik meg, mert a jó már annyira jó, hogy ítélkezni kell felette, hanem a rossz annyira rossz, hogy ítéletre lesz szükség. Tehát a rossz pörög. A rossz árad, a rossz ragad magával dolgokat. Könnyebb megérteni, könnyebb, hogy úgy mondjam, áradni vele. Hát sajnos hozzá kell tenni. És közben pedig mégis történnek csodák. Na most az, hogy itt miért nem történt csoda, amikor van egy tárgyalás, Kállón, hogyha emlékezet nem csalja meg az embert, 1711. februárjában leül egy asztalhoz Pálffy János, ő a császár, hogy úgy mondjam, sóhajait közvetít, és hoz magával egy fehér lapot. És a fehér lapra mit mond? Azt üzeni a uralkodó, hogy minden kívánságot, fenséged, amit fontosnak tart, írja le. Minden teljesítve lesz. Egy dologról ne álmodozzon, erdélyi fejedelemség. Tehát nincs Rákóczi levert pozícióba. Tehát itt nem arról van szó, hogy leverték a szabadságharcot. Itt
valami egészen tüneményes háttérhelyzet van, ami nagyon sok okozattal rendelkezik. De ez majd a következő alkalommal kerül részletesebb kifejtése. Kérdezem én, magyar nemzetet tulajdonképpen ilyen helyzetekben mégis hogyan lehetséges kényszeríteni? Egyetlen egy oka van, ami nem kényszerítő ok, hanem a tisztelet parancsolja, és az igazsághoz való nem megalkuvó ragaszkodás, mert azt nem kell megalkudni. De inkább az igazság győzzön, mint ami pillanatnyi érdekeltségeink kerekedjenek felül. A Szent Korona a mérce. És már a középkorban bizánci pátriárka leírja a 12. században, 3. István királyunk idejében, hogy a császárnak, a bizánci császárnak ajánlja, hogy Magyarországot hogyan foglalja el. Fegyverrel nem lehet. Következőket írja. Ha a magyar királyságot a Basileus Rómájon a rómaiak felséges császára meg akarja szerezni, akkor először is foglalja el Fehérvárat, menjen be a koronázó templomba, és szerezze meg a magyar királyok koronáját. Na most a magyar királyok koronájáról minden korban leírják, ez már 1440-es években, aztán Mátyás király idejében legismertebb Révai Péter koronaőr megfogalmazása, ahol a magyar szent korona, ott a magyar királyság. 1703 óta hol van a magyar szent korona? Abban a pillanatban, amikor Rákóczi átjön a Kárpátok hágóján, a koronát Pozsonyból Bécsbe viszik. Na most innentől kezdve drámai a helyzet. Kukorékolhatunk, fejünk tetejére állhatunk, mivel fognak bennünket zsarolni? Akarjátok a koronátokat? Hát akkor térdre. Tehát Károly Sándor, Pálffy és az összes látszólag ilyen labanckodó álláspontja innen érthető meg. A magyar nemzetnek a jogai a Szent Koronában testesülnek meg. És ez az, amivel a nemzetet meg lehet fogni. És ezért keres Rákóczi semmi másért. És az a többlet ok, ami 1920 révén, az elmondottak révén nagyon is valóságos, de van egy zseniális, hogy úgy mondjam, törekvése Rákóczinak. Hát ha mi nem tudunk nemzetközi szerződésekkel, tehát gyakorlatilag a bécsi udvar térdre kényszeríteni, ezek maguktól a koronát nekünk soha nem fogják visszaadni. És közben úgy kell csinálni a Rákóczinak, hogy ő nem is akar király lenni. Tehát minden el kell. Jó, akkor legyen a bajor választó. Csak történjen meg a Habsburg ház tronfosztása és nemzetközi békeszerződések révén a magyar jogok garantálása és nyilván a Szent Korona visszaadása. Tehát ez csak azért így közbeszúrva azért kellett megjegyezni, hogy érezzük az egész történet hátterében tulajdonképpen mi miért nem, vagy mi miért csinál, egyikünk sem csinálta volna jobban. A végjátékban lehetett volna valamit kezdeni, csak kérdés, és Rákóczi ezt pontosan tudta, mert hangsúlyozom, ő pontosan megérezte valahonnan, hogy első József királynak a napjai meg vannak számlálva, ezért mindig ezt a parancsot adja. Húzni, halasztani, késleltetni. Károlyi és Pálffy viszont, és Károlyi Sándor maga írja le egyébként az egyik alkalommal, vagy 20 év múlva a siettetett békeszerződés. Hát ő akkor már tudja, hogy az egész siettetve volt. Tehát nem áruló vagy nem áruló, hanem majd tény. Ez nyelvpörgetés révén majdan, szat már. Tehát azt, amit majdan lehetett volna, sokkal jobb feltételek között, azt már nagyon elhamarkodott módon, és csupán 1-2 hétről volt szó. Na itt jön be a szerencse.
Tehát az, hogy megfelelő időben, a megfelelő pillanatban. És nyilván ők milyen dolgokat kaptak hátulról, tehát egy Károlyi meg egy Pálffy, gyerekek, a korona, tudjátok, hogy kinek a kezében van. Itt korona, mindennek a korona az eredője és a végzője. És ez nem azt jelenti, hogy a korona akkor most, hát ha ilyen rossz helyzeteket teremt, miért ragaszkodunk érte? Hát arról van szó, hogy Jézus még eljut oda, hogy harmadnapra feltámad és megváltja az emberiséget, át kell mennie a 14 stáción. Tehát nincs olyan, hogy leszülettem, megváltom az emberiséget. Hát mutassál példát, hogy egy ilyen szorult helyzetben hogyan lehet megváltani az emberiséget. Hát úgy, hogy saját önös érdekeimről lemondok, és még az ellenségeimnek is megbocsájtok. Lehet, hogy 5000 évvel ezelőtt ez nem volt szokásban, de Jézus születésétől 2160 évig ez az egyetemes, általános isteni törvény fokozott érvénnyel jelenik meg. Mert halak. Tehát a halálnak kitett zónában tartózkodik az emberiség 2160 éven keresztül. És nem úgy lehet megmenteni, hogy látom, hogy ott a fuldokló, ismerjük a klasszikus példázatot, hát sokszor a fuldokló, hogyha nem jól segítenek neki, akkor éppen azt rántja magával, aki őt ki akarja menekíteni. Tehát nem olyan egyszerű. Tehát ez nem olyan, hogy pogány vagy keresztény, ilyen vagy olyan ősi dicsőséges múlt, vagy nem ősi dicsőséges múlt. Most ilyen korszakban élünk, és még nincsen vége. Tehát én is tudom, hogy más volt az aranykorban, más volt Tutankhamon fáraó idején, más volt a Nimród idején, most itt vagyunk. És ezért képzeljük el azt a katonát, aki a Don kanyarból jön haza, mondjuk 40 fokos hidegbe. De hiába mondom neki, hogy ide figyelj, pár évvel korábban meleg kályha mellett ücsörögtél, holnap után, hát holnap után nem, de egy hónap múlva meleg kályha mellett találhatod magad. Hát most egy ilyen helyzetben van, hogy pont nincs meleg kályha. Nem tud megmelegedni. De ha ott marad, meg fog halni. Tehát nem könnyű a helyzet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy egyik elődünk buta volt, a másik okos. Hanem tényleg a legjobb és legkönnyebben érthető hasonlat az évszakoknak a hasonlata. Tehát nem nyár van, mondom én nyáron, nem tavasz van, tehát nem indul valami, nem ősz van, hogy romantikázva elmélázunk az idők múlásán. Tél, csend, hó és halál. És közben megvan minden, csak ebben a menetben, tehát ebben a sávban. Na de visszatérve tehát, mert ez túl nagy kitérő volt, ez a bizonyos, még egy titokzatos összetévőhöz, hogy hogyan nem valósul meg, vagy valósulhat meg. Tehát, hogyha mi eljutunk oda, és utalok az eddig elmondottakra ebben az esztendőben, van egy 1000 éves királyság, emlékezzünk vissza, megint Jelenések könyve. 1000 éves királyság. Mi az 1000 éves királyságnak a lényege? Hogy egy 2160 éves világhónapon belül, ami tulajdonképpen egy veszélyzóna végpontján lévő 2160 évet jelent, 1000 évre a rossz, amiről eddig beszéltünk, mégis le van láncolva. Miért? Mert egy 1000 éves királyság léte ennek az iszonyatos rossz zsarnoki, emberpusztító erőnek a tetterejét meg tudja fékezni. De vége az 1000 éves királyságnak, és az ördög láncai eloldatnak. És az ördög vagy a sátán rászabadul az emberiségre, most a Jelenések könyvét idézem. És hogy szól a szöveg? Siet, mert tudja, hogy kevés ideje van. Tehát fel fogja gyorsítani az időt. Tehát nincs idő mélázni, romantikázni, hogy akkor most Szent István felnégyelte, vagy nem négyelte fel. Mert miközben mi ilyen kérdéseken
amin kell gyakorlatilag itt elkezdünk, itt nem is tudom milyen módon itt, a lehető legrosszabb módon az utóbbi évtizedekben elmélkezni, hát közben pedig bizonyos erők végzik a dolgukat, akik arra vannak hivatva, hogy pont a mi mélaságunkat, meg az ilyen áll agytevékenységeinket, na ide törjenek be, mert ez egy óriási lehetőség. Tehát el van terelve a figyelem. Na most 1000 éves királyság a világ történelemben nem fogjuk elhinni. Egyetlen egy volt. Nyilván volt több is, de így, hogy 1000 év, ez tulajdonképpen egyetlen egy királyság életében fogható meg. Hogy ne fogjuk meg, még azok a körök is, akik mondjuk Jelenések könyvét értelmezik, de római egyház oldalán, római katolikus teológusok. Nem fogjuk elhinni. Hát ez valószínűleg a bizánci birodalom. És akkor az ember tényleg mit csinál? Na hát, hát eddig végig neked az nem volt jó. Mert a te Rómádat tekintetted igazinak, az a Róma meg egy elhajlás. És az lenne az 1000 éves királyság vagy birodalom. De van egy probléma, koma, az császárság. Az császárság. És ráadásul a római császárságnak az átvitele Konstantinápolyba. Tehát teljesen más ügy. Királyság így, hogy 1000 éves, egy helyen úgy jelenik meg, hogy Attilától Attiláig. Ki volt Attilától Attiláig? Hát mondanám, hogy általad nyer szép hazát, Bendegúznak vére. Tehát jelen pillanatban a probléma az, hol nem is tudom, hogy kélyesen fickándozik, vagy valahol senyved, de egy biztos, olyan ütemben épül le a történelmi identitás tudatunk, hogy most már a költőinket is lassan gyakorlatilag nem fogjuk megérteni. A magyar költők számára Attila magyar király, József Attila számára is, Vörös Marti számára is, Arany János számára is, Petőfi számára is. És amikor Petőfi felteszi a kérdést, hogy élet vagy halál, szabadságharcnak a legkeményebb idejében, akkor a szabadságharcot hogy definiálja? Attilától Rákócig. Tehát a magyar szabadságharc, ami valóban magyar szabadságharc. Tehát tényleg magyar szabadságharc, nem éhséglázadás, nem adóhatóságok terrorista megnyilatkozásaira egy ilyen ösztönös reflexió, hogy na nem, azért most már álljon meg a helyzet, hanem tényleg magyar szabadságharc, magyarként, magyar emberért, egész emberiségért, szabadságot hogy lehet képviselni? Attilától Rákóciig. Na de ez nem az 1000 éves királyságnak a menetrendje. 1000 éves királyság Attilától második Attiláig. Második Attila a magyar történelemben Hunyadi Mátyás. Tehát barátai, ellenfelei, ellenségei így nevezik. Magyar krónikák is így említik. Tehát amikor jön Mátyás, Attila hősi kora jön vissza, írja Túróci János. Tehát nem kérdés, hogy Attila magyar király. Na most mi a kérdés? Hát a himnuszunkat gyakorlatilag tananyag szintjén, hát ilyen érzelmi, patetikus szintjén, persze ez a magyar himnusz. De ha a gyerek felmondaná az iskolába, történelem órán, a himnusz történelem világát, nagy valószínűség szerint a tanár megalázná, megszégyenítené és egyestatna neki. Hogy hát Attila, hát az csak nem volt magyar. Hát az ezt a fiam tudhatnád. Most itt jön a probléma. Tehát most tényleg szabadságharcra van szükség. De nagyon belül és nagyon felül. Tehát visszatérve, 453 tájékán jön a hármas koporsó attilai létformája, és 1443 tájékán, miért mondom 43? Mert van, aki azt mondja, 1440. Most bármennyire hihetetlen. Egyszerű hétköznapi történelemtudomány ma 2012-ben nem tudja eldönteni, hogy Mátyás 1440-ben vagy 1443-ban született. Akkor mit érez?
Hát nyilván sokat ér, de hogy érzékeljük, az nem olyan egyszerű az élet adott esetben. De a jobban tudás gőgje az mindenek felett. Azt gondolom észrevettük. Hát azzal tarolni lehet. Tehát végeredményben majdnem 1000 év az egyiknek a hármas burok mögé lépése, és a másiknak a megszületése. És ki volt a teljes értékű utolsó magyar király, aki teljes értékű volt, és a Szent Korona irányában is, mert szabályosan koronázták meg. Mátyás óta szabályosan magyar királyt nem koronáztak. És ez megint történelmi tény. Az ember bele is remeg, hogy nem. Hát úgy, hogy van 4 alapvető szabály. Az egyik, hogy csak a Szent Koronával lehet koronázni, ez rendben van. Ez megy tovább. A másik csak esztergomi érsek koronázhat. Hát ez már Ulászlónál, Mátyás után nem valósul meg, zágrábi püspök koronázza. Még csak nem is a kalocsai érsek, az esztergomi érsek ilyen helyzetekben való egyedüli jog szerinti helyettese. Na mit mond az ember? Na még második Lajos azért még ebbe a kategóriába tartozik, hogy törvényes a koronázása. Igen, egyfelől. Mit jelent az egyfelől? Szent Koronával koronázták, esztergomi érsek Bakócz Tamás koronázta, ez kétségtelen tény. Fehérváron koronázták, kétségtelen tény. Nagyegyházi ünnepen koronázták, kétségtelen tény. Mi a probléma? 2 éves gyereket nem koronázunk meg, még az édesapa életében. Tehát Ulászló vezette be azt a szokást, amit a Habsburgok végig gyakoroltak, hogy még életükben megkoronáztatták saját utódjukat. Na most a Szent Korona alapvető szabályrendszerén belül egy időben 2 királya, akit Szent Koronával koronáztak meg, nem lehet az országnak. Mert mind a kettő törvényes, akkor melyik az igazi? Tehát a második Lajos amennyire egyfelől ezek a szabályok megfeleltek, másfél pont a személy és a precedens teremtés a rég következő kiágások felé történt meg. Szapolyai Jánost már a nyitrai püspök koronázza, utána a koronázások átkerülnek Pozsonyra, tehát ott a helyszín problémával kell szembesülni. Amikor a törököt kiűzik, gondolom tudjuk, nem kerül vissza Fehérvárra a koronázás. Akkor innentől kezdve, aki azzal jön elő, hogy a mai Székesfehérvár Alba régia, akkor miért nem vitték oda a királykoronázásokat utána? Hát mindenki tudja, hogy csak Alba régiában, Fehérvárot lehet koronázni. Tehát 1000 éves királyság jogszerűen, szabályszerűen, törvényesen Attilától Attiláig. Aztán meghal Mátyás, oda az igazság, most egy kicsit vallási tónusban megfogalmazott megállapítások következnek, és mintha egy fék vagy egy gát onnantól kezdve kiiktatódna, hát nézzük meg a világ történelemben, erről is nem egyszer már szó volt. 36 év alatt mi történik a Föld nevezető bolygón? 36 év alatt. 1490-től 1526-ig. Csak közép-amerikai térségben 1492-től 1526-ig 26 millió indiánt írtottak ki. Ebből 10 millió azték. 26 milliót. Gyakorlatilag 24 év alatt. Hogy csináltátok? Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán. Tehát elszabadul szó szerint. Egy fékevesztett erő áttör, és onnantól kezdve a mi törekvés, ez nem fátum, hát ha valaki a református világban kapja a vallási életét, az pontosan tudja, hogy beszélnek predesztinációról. Tehát van egy, nem azt mondom, hogy eleve elrendelés, de érzékelni kell azt, hogy valamire születtünk ebben a világban. És ha ennek van sorsa, akkor ez nem eleve elrendelt predesztinálás, hanem valamire születtem. Csak hogy közben a világhelyzet időnként megváltozik.
hogy valamire születtem, de milyen világkorszakban, milyen időben, milyen történelmi helyzetben. És végeredményben, amikor jön Rákóczi, a többlet nehézségekre visszatérve, tehát van egy teljesen kivérzett, tönkretett ország, 1526 óta másfél évszázad telt el, egyedül harcol a nemzet a török ellen, és ha nem robban ki a szabadságharc, akkor a Habsburg gépezet gyakorlatilag pillanatok alatt eltünteti a maradékot, akik megmaradtak. Tehát ebben a helyzetben, amikor most élni kellene, amikor a férfiaknak gyerekeket kellene nemzeni, a gyerekeket fel kellene nevelni, újra kellene sarjadni, és akkor megbeszélni a dolgokat. Hát Bercsényi Miklós, katonaember, de nem jó hadvezér. Bercsényi László a fia. Rákolt. Gondoljunk Franciaországba a Bercsényi kultuszra. Ez nem Miklós, ez László az ő fia. Zseniális hadvezér. Tehát mire végre a szabadságharcnak? Tulajdonképpen pont akkor kezdenek felnőni azok, akikkel el lehetett volna indítani. És diadalra lehetett volna vinni. Csak hát, ha mi megvártuk volna azt, már nem lett volna Magyarország. És ilyenkor a drámai helyzet, mert tudom, hogy honnan, a földnyelvből nyelveljük el a tanulságokat, tehát most képzeljük el azt a helyzetet, hogy mindent meg kell tenni, de ugyanakkor pedig egy korláton mégsem tudunk átlépni, miért? Mert vállaltunk egy utat. Képletesen szólva vállaltuk azt, hogy a tizedik stáció után nem intünk be. Na hát ez tényleg nehéz. Hát vigye más azt a keresztet, csinálják jobban. Én hazamegyek, elegem van. És csöngetek a mennyek országába. Hát az ezekért, hát nézd már meg, ezekért. Tehát jön a következő stáció, és nem lehet azt mondani, hogy nem. És képzeljük el, hogy úgy minden reményt feltámasztani, hogy Rákóczi tudja, hogy minden a reménytelenség. De hát a mi reményünk nem ebben a világban van. Most itt vagyunk. Valahonnan jöttünk, valahova vissza fogunk térni. És miért jöttünk, és hova megyünk vissza? Az időlel. És teljesen mindegy, hogy tél van, csend, hó és halál, az életet kell szolgálni. És az apróság, más a vető, más az arató. Tehát senki ne álmodozzon arra, hogy ki mondja azt, hogy szabadság, és kitör a szabadság. Hanem most kihirdetjük, hogy szabadság, és lehet, hogy 500 év múlva hallja meg valaki, és soha az életben nem fogja megtudni, hogy itt lett kihirdetve. Tehát más a vető, más az arató. Tehát ismerni kell azt a világot, amelyik világban élünk. Mert ha nem ismerjük, akkor csak az illúziók, meg a hőbörgés. Na, semmi nem sikerül. Megint mellé rúgtuk. Nem arról van szó, hogy nem kellene mellé rúgni, de tudni kell, hogy milyen lehetőségek vannak. És a lehetőségekhez képest az egyetemes igazságot szolgálni. Na most, földnyelv. Igen ám, de hogyha itt minden bejönne, ahogy Rákóczi elképzelte, akkor Attila király korában élnénk. És nem, vagy Mátyás király korában. Tehát még egy apróságra vissza szeretnék térni, aztán majd úgyis ezek a témakörök elő fognak jönni a következő alkalommal, mert ez inkább ilyen bemelegítés jellegű, tehát így ismerkedünk a témakörökkel. Tehát tudni kell a következőket, hogy Magyarországon tulajdonképpen ki kicsoda, tehát ki honnan jött. És ha az ember ezt tudja, akkor azt is lehet tudni, hogy ki mifelé indul el. Na most azt mindannyian tudjuk, most egy kicsit kacifántos volt a ráindulás, hogy Magyarországon uralkodó csak az lehet, aki a turul nemzetségből származik. Ez gondolom vitán felül áll. Hogy aztán milyen fokon, hát ahogy jövünk előre az időbe, hát egyre távolabbi fokozatok lépnek be. De felteszek egy kérdést. Erdélyi fejedelemek,
túlnyomó többsége. Milyen családból származik, de Rákóczi is nyilván. Betlen Gábor. Már eleve Betlen, gyanús ez a név. Nem a Volga Káma vidéke felé vezet, nem. Nem, hát ilyen az élet, nem oda vezet. Van egy svéd diplomata. Strasbourg Pálnak hívják. Tehát svéd diplomata, Strasbourg Pálnak hívják. Tehát ez már az internacionalizmusnak a kora, meg a globalizmusnak a kora. És ő írja a következőket. Hát ő Erdélyben tartózkodik. Hogy a fejedelem, tehát Betlen Gábor, nem egy alkalommal dicsekedett azzal, hogy anyai ágon Attila királytól származik a családja. Na most gondolom érzékeljük, megint ugyanoda jutunk vissza. Tehát valahova megint visszajutunk. Ha Betlen Gábor Attilára hivatkozik, akkor ezt Erdélyben és idehaza és általában mindenhol miért nem tudják? És kapaszkodjunk meg, dehogy nem tudják. Úgy kell történelmet tanítani hivatalosan, hogy a lényeg elsikkadjon, ne hangsúlyozódjon. Ha ez sikerül, akkor megmarad dokumentum gyűjteményekbe, amit úgysem olvasnak sokan. Én kuriózum. Hát így gondolt, hát az is Déli Bábos volt. A Betlen Gabi is az volt. Hát ez mindenki, hát ezek ilyenek. Na de az Eszterháziak kire vezették vissza a családfájukat? Eszterházi pár. Csaba királyfira. Tehát van egy közös, most ne a mai Eszterházi jelenségből induljunk ki, hanem abból, hogy magyar nemesi családoknak hol található a gyökérzetük. És ugyanezek a nemesi családok időnként maguk közül kit tartanak a legalkalmasabbnak. Mert itt az alkalmasságot ezek a szerte szétguruló gyöngyök összeszedése jelenti, hogy ki az, akiben egy személyben hirtelen, több oldalákból, erecskéből ezek az ősi tulajdonságok magától értetődő természetességgel lobbannak lángra. Az utolsó, második Rákóczi Ferenc volt. Ő tény fejedelmi rangban. Tehát Rákóczibbanak még egy töblete és egy szomorú, lemenő naplementés hatása van, hogy fejedelmi szinten és magyar fejedelmi szinten, magyar történelemben ő volt viszont az utolsó. Utána már nincs több. És majd látni fogjuk. Hát igen, tényleg látni fogjuk, tehát ne aggódjon senki, hogy 8 körül úgyis befejezzük, mert akkor szoktuk befejeződni, hogy ennek a kornak ez mennyire a tudatos történelem alakító világához tartozott. Tehát magyar ember akárkit nem követ, azt gondolom sejtjük. És végül is Rákóczinak mondjuk Erdéllyel volt, mert nem jött össze. És gondoljuk végig, hogy van két neuralgikus pont. Az egyik a Szent Korona, ami Bécsben van, és másik Erdélynek a kérdése. És mind a kettő tulajdonképpen Rákóczi számára egy kicsit az egyiket elérte ugyan, hát ő volt az utolsó erdélyi fejedelem. Hát ha valaki erdélyi fejedelmekről olvas újabb történelmi munkákat, ahol feltüntetik, Rákóczit már meg kész, apafinál befejezik. Hát Marosvásárhelyi Rákóczit a rendek nemhogy fejedelemmé választották, hanem a fejedelmi székbe, a fejedelmi süveget, ősének, Rákóczi Györgynek a fejedelmi süvegét nyomták a fejébe. Tehát Rákóczi törvényes erdélyi fejedelem volt. Már ezt is próbálják valahogy úgy szerkesztik ezeket a tankönyveket és könyveket, mint hogyha apafi révén ez már befejeződött volna. Tehát visszatérve az ilyen számtalan szálon futó, hogy hogyan jön ki a lépés. Na most, elindul ez a bizonyos vén csataló, és most nagyot váltunk. Hát Észak
Nyugat-Magyarországból átlósan menne be Erdélybe, vagy ha átlósan nem, de biztos, hogy van egy kis kanyar, és aztán egyenesen. Most tényleg gondolj, hány száz kilométer portyázó seregek, bele-bele csípni, bele-bele marni. Rákóczi egy pillanat alatt akarja elintézni. Zseniális a haditerv, kicsalni erre a földnyelre, vissza nem tud menni, oldalt nem tud menni, ingoványos a talaj, hegyes a vidék, ráadásul a földnyel végén sáncok vannak. Tehát mennek ezek a szerencsétlenek ott, tehát a Hebreville és a többiek mennek, hajnalban indulnak el, és azt hiszik, hogy ilyen természetes terepalakulatok vannak ott. Na onnan kéne Bercsényinek vagy Gécinek hirtelen egy huszáros harci kiáltással, hogy úgy mondjam, az íre feltenni a pontot. Képzeljük el, hogy éjszaka van, Rákóczi lóháton, várja a hajnalt. És látja, hogy ez a tábornok, azért a sors nekünk is kedvezett, addig, amíg ezt a nem tudom kit nevezték ki fővezérnek. Na de onnantól kezdve mi történik? Hát várja, hogy megérkezik Bercsényi a lovasaival. Nem érkezik meg Bercsényi. Most figyeljünk oda, mert ez tényleg észveszejtő. Ezek az emberek, gondolom, tudjuk, ezek lóháton élik az életüket. Hát ezek férfiak. Hát Bercsényi több török ellenes hadjáratban tüntette ki magát. Eltévedt. Géczi Gábor úgy eltévedt, hogy szinte másnap jelenik meg. Na, erre írja Rákóczi, hogy mindenki hazaárulónak tartaná őket, de én tudom, egyszerűen csak eltévedtek. Ennyi. És aztán Kállón, ahol szatmári béke előtt még ott van a fejedelem, és nyilván Pálfi, aki ott vonul a seregbe. Hát szóba jön ez az eset, és megbeszélik. És Pálfi János a következőket mondja. Ők volt egy olyan pillanat, amikor nem tudták, hogy mi van. Azt tudták, hogy csapdába kerültek. Tudták, hogy vége mindennek. Ők arra a trombita jelre vártak, ami egyezményesen azt jelenti, hogy adjátok meg magatokat. Tehát ők tulajdonképpen úgy látták, hogy itt elveszett minden. És látják, hogy előttük nincs kuruc, mögöttük nincs kuruc, nincs trombita jel. És szépen a földnyelven elindulnak így vissza. Így vissza. Rákóczi pedig egy magaslatról, hát képzeljük el, hogy mit élt át. Akkor miután ezek visszamennek egy várba, megjön Bercsényi. Hol volt? Hát gyufáért mentem, nem találtam. Most az ember nem gúnyolódni akar, csak hogy érzékeljük, hogy ilyenkor mi jelenik meg. Na ez az, amit úgy hívnak. Tél, csend, hó és halál. Tehát valami elszabadult a világban, és sajnos a mandátumunk nem arra szól, hogy ezt pillanatok alatt legyőzhetjük. És mindig ezeket a csatákat veszti el Rákóczi. És mindig úgy veszíti el, hogy győzni tudna, megvan minden, és ma úgy mondanánk, hogy dilettantizmus. Pedig egy Forgách Simon nem volt dilettáns, egy Károly Sándor nem volt, férfiak voltak. Egy Vakbottyán nem volt dilettáns. Még ő volt a legeredményesebb hadvezére Vakbottyán. Tehát érzi az ember, hogy itt nem csak e világi problémák és gondok vannak. Tehát más síkon történnek az események. És hogyha szabadságot akarunk hirdetni, hát akkor így kell hirdetni, mármint a hozzávezető utat. Mi? Hát ezek nem mi vagyunk, hanem Felsővadászi Rákóczi Ferenc fejedelem és Székesi gróf Bercsényi Miklós. Ez a híres brezáni kiáltvány 1703 májusából, tehát május 6-án. Tehát hogy szólítják meg a magyarságot? Hát ma gondolom tudjuk, a legnagyobb probléma az, hogy akik szeretnék, még azok sem tudják megszólítani a magyarságot. Tehát magyarokat meg tudják szólítani. Ezt, azt és még valahol máshol. De megszólítani 15 millió magyart, kinek sikerül ez?
Hát ez a nagy probléma. Tehát a magyarság identitás tudata a legfontosabb tétel. Nem az áremelés, nem a nemzetközi cirkusz, hanem az, hogy hajlandóak vagyunk, képesek vagyunk-e végre magyarnak születve valóban magyarrá válni. Az mindennek az alapja. Ha ez nem valósul meg, hát akkor még néhány nemzedéknyi ideig álmodozni fogunk. Néha rémálmok lesznek majd, de majd eljön az az idő, amikor lesz ébredés. Minden igaz magyar haza szerető, tehát nagyon lényeges, itt már megjelenik valami. Minden igaz, és az igaz sok mindenre vonatkozik, de más kiáltványokban igaz magyar. Aki igaz magyar. Tehát nem Koppány István korában, itt jelenik meg erősen, hogy ki az igaz magyar. És magyar szólít meg azért, hogy más népek is felszabadulhassanak. Csak ekkor a császári udvar, hát elsősorban a rácokat és a horvátokat, hát őket nagyon könnyű, már a horvátokat is könnyű volt néha nemzet ellen mozgósítani. Hát a Rákóczi meg még kisebb bontja a szabadságharc zászlaját, már háromszor a rácokkal kell összeütköznie. Hol? Itt fent az ország belsejében. Tehát már nagyon értettek hozzá a Habsburgok, hogy hogyan lehet úszítani a magyarság ellen. Tehát minden igaz magyar haza szerető, tehát igaz és szerető. Tehát igazság és szeretet. És a magyar haza ebben a foglalatban kell, hogy megjelenjen, és ez kell, hogy legyen a magyar hazáról vallott minden mércénk, alapmércéje. Hát mindenséggel mérd magad, igazság és szeretet mentén. Édes országunk, régi dicsőséges szabadságát óhajtó, hát majd legközelebb ezeket egyébként majd jobban fogjuk részletezni. Egyházi és világi. Egyházi és világi. Tehát nincs olyan református és katolikus. Hát itt már gyakorlatilag az a helyzet, és ez Rákóczira nagyon visszaüt. És itt nyilván a háttérokokat már jeleztük, Bécsben a Magyar Szent Korona. De kevesen tudják, hogy 11. Kelemen pápa hányszor átkozta ki a katolikus Rákóczit. Sokszor. Kiközösítette. És maga Rákóczi írja. Az ilyen kiközösítő búlákkal a lengyelek soha nem szoktak foglalkozni. A mi püspökeink viszont kihirdették. És ez pont az utolsó években óriási akadályokat jelentett nekem. Írja az a Rákóczi, aki pénzeire Szűz Mária képét verette. És aki, az a Rákóczi, aki katolikus volt, nem református. Most ilyenkor az ember úgy felteszi a kérdést, hogy akkor egyházi iskolában, vagy világi iskolában tanítanak-e tisztességes magyar történelmet? Hát előbb-utóbb, ha valaki nem valóban őszinte, és tartja fontosnak annak a népnek a szolgálatát, ahol él és tanít, beleütközik akadályokba. Hát akkor Rákócziról se tanítsuk ezt, mert hát ki lett átkozva. Hát ő se százas, ahogy mondani szokták. Hát, az ember meghökken. És azért gondoljuk végig, Rákóczi szabadságharca, Szűz Máriás szabadságharca, mert ő Szűz Mária jogait akarta visszaállítani. És ráadásul még egy fontos törekvése volt. A hazaszeretet, ezt ő maga írja, nem csak türelmet parancsol, hanem különböző vallásúak egységét is létrehozza. Másik helyen a következőket írja. Reméltem, hogy az idők folyamán most érdemes odafigyelni. És ez megint ugyanaz az eset, hogy nézzük meg, hogy elcsatolt területeken, vagy Kárpátokon túl,
pont az az egyház nem támogatja teljes erőbedobással azokat a magyarokat, akiket éppen az egyházi hovatartozás révén támogatni kellene. Lehet gondolkozni, hogy éppen mire gondol az ember. De majd kiderül, amit Rákóczi mond. És a megfogalmazása. Tehát mi a hazaszeretetnek a lényege? Az, hogy nem másokat zár ki. Tehát ahol van haza szeretet, ott van egység. És van emberség. Ahol nincs, szétdarabolódás van. Szétforgácsolás, indulatok, egymásnak úszítási lehetősége. A hazaszeretet nem csak türelmet parancsol, hanem különböző vallásúak egységét is létrehozza. Tehát milyen hazaszeretet Rákóczi hazaszeretete? És hogy pontosan miről van szó, egy másik helyen ezt írja emléke irataiban. Reméltem, hogy az idők folyamán helyreállíthatom a lelkek egységét. Tehát itt a vallási egység, tehát református katolikus. És így szelíd és békés utakon visszavezethetem az elkülönült vallásokat az igazi katolikus egységbe. Csak hogy ez katolikus, az pedig mit jelent magyarul? Egyetemes. Na most ezt a Rákóczit átkozta ki Kelemen pápa. Tehát lehet kereszteket dobálni. Tehát itt, hogy mondjam, csak annyi szálon megoldatlan emberi lelkekben a magyar múlt. Miért? Mert köti őt a bevett vallási szokás, köti őt, és bármikor pont a magyar haza szeretetet ki lehet benne fordítani. Hát azért nem minden stimmel az oltár felé vezető úton. Tehát ezért kell visszautalnom erre a bizonyos jelzésre, hogy édes országunk régi dicsőséges szabadságát óhajtó egyházi és világi. Ugye ez most két szó, de hogy mi minden van mögötte, hogy egyházi és világi, nemes és nemtelen, fegyverviselő és otthonlakos igaz magyaroknak. Tehát így kezdődik a kiáltvány. Aztán emlékiratokban így írja. Az isteni gondviselés elküldött engem. Puszta hazámba fegyverért, szabadságért kiáltó szózatnak. Milyen szerepkör ez? Keresztelő Szent János, tehát még egyszer elmondom. Hát Magyarország királynője Szűz Mária. Magyarország, hogy úgy mondjam, a Szent Koronatan révén, ha ott királyság van, ott a király Isten fiúi szerepkörben van. Na most, Rákóczi szabadságharc mit készít újra elő? Mit akar előkészíteni? Az újból független magyar szabad királyságot. Tehát üdvtörténelmi szinten kereszténységre lebontva, ki volt Jézus útjának előkészítője? Keresztelő Szent János. Tehát Rákóczi, és érdekes módon, ez megint nagyon érdekes, hogy nem megint hihetetlen, de Rákóczinak az irodalma, tehát egyáltalán sokkal erőteljesebb volt 1990 előtt, és néhol nem is rossz. Hát egy Ervárkonyi Ágnesre gondoljunk. Hol vannak a követők 1990 után? Tehát még akkor is jobban lehetett dolgokat érzékeltetni. Pedig a hivatalosan éppen nem kereszténybarát történetíró kurzus volt. Tehát szokjunk hozzá, ha valaki magyar, nem biztos, hogy azonnyomban szerető rokonokra fog találni, mondjuk bevett felekezetek világán belül. Itt a magyarság léte a kérdés. Tehát az isteni gondviselés elküldött engem puszta hazámba fegyverért, szabadságért kiáltó szónak. Meghallatta ezt a kiáltást az ország minden lakójával. A szabadság neve megmozgatta a nemes szíveket. Tehát szívből, szívtől szívnek. Tehát Rákóczi szíve. Majd megint visszatérünk ezekhez a csomópontokhoz. Hol van most Rákóczi Ferenc szíve?
Hova küldte? Hát először is Franciaországba küldte Rodostóból. Másodszor egy kis arany szelencébe küldte el, ami hát a Párizs melletti szerzetesi kolostorba, ahova elküldte, ott zavargások történtek, aztán jött 1789, tehát elveszett. Na de mit jelent a Ferenc név? Ne nézzünk ilyen kétségbe esetten. Nem Teutont jelent, nem Bajort, nem Schwabot, nem Szászt, nem Buongiorno Italianot. Francia, hát ébredjünk. Ez eredetileg nem egy keresztnév, ez egy népnév. Assisi Szent Ferencet eredetileg nem Szent Ferencnek hívták. Az édesapja Franciaországban van kereskedői úton, megszületik a kis Szent Ferenc, és az édesanyja János névre kereszteli. És 2 éves Assisi Szent Ferenc, amikor az apja, mivel annyira bejött az özlet Franciaországba, franciára változtatja a gyereknek a nevét. Magyarul Ferenc. Na most hova szól második Rákóczi Ferencnek? Most azt hallottuk, hogy a magyar szabadságharc. De van egy személyes küldetési út, egy néphez szól. Melyik ez a nép? A francia. És azért gondoljunk arra, hogy Versailles, és Trianon, és 1920. A szívemet küldöm oda, ahol majd szívtelenség fog a hazám felé rátörni. Na, ez a szeretetnek az útja. Hát nyugodtan küldhette volna Munkácsra is. Nyugodtan. Vagy küldhette volna haza. Na de, a szívet ő nagyon fontosnak tartja. Tehát ő a szabadság érzését, szeretetét magyar emberek szívébe akarta azt a tüzet fellobbantani. Nem győzni akart fizikai síkon, a szabadság szeretetének tűzét akarta minden magyar ember szívébe lángra lobbantani. Hát ha ez megvan, ha Isten velünk, ki ellenünk. Hát ez pontosan az a szint. Most a szív zárójelbe kerül, mert még van 3 perc, és egy olyan terület következik Rákóczinak, mert ezekre visszatérünk, csak más összefüggésekben. Most a csomópontokat a következő alkalomra szépen lefektettük. Milyen történelmi tudattal rendelkezik Rákóczi? Tehát ha ennyire magyar, magyarhoz szól, akkor tulajdonképpen hogyan látta magyar szívvel, lélekkel ezt a világot? Hát tudni kell, hogy volt egy személyes varázsa. Tehát éppen ezért a szatmári béke szerződés után, rövid időn belül, amikor fűtfát ígértek először, na igen, ám csak hát meghalt Első József. Első József, megmondom őszintén, egy kicsit a nem annyira elvetendő Habsburgok közé tartozik. Hogy mire alapozza ezt az ember? Eleve azzal kezdte a Első Lipót halála, az volt általában az édesapja. Lehet, hogy nem volt az, mert valaki Lipótról már látott festményt, az mindent el tud erről az emberről képzelni, csak emberi szintű kapcsolat kialakítását nem. Ez tényleg az egy különös jelenség. És Lipót úgy gyűlölte a magyarokat, hát ezt András Valvi Bertalan egy kis vékony könyvébe összegyűjtötte, hogy tulajdonképpen milyen idézetek hangoznak el magyarságra vonatkoztatva, és abban is szerepel egy nagyon híres idézet. Most saját szavaimmal mondom, mert hát az ember nem minden nap olvasgat Lipóttól, hogy úgy mondjam, memoárokat. De a lényeg a következő. Ha megtudnám, hogy egy csepp magyar vér van bennem, felvágnám az ereimet és elfolyatnám véremet. Első Lipót, magyar király állítólag, Habsburg. Tehát azért ez egy elképesztő, és ezt nem titkolja. Tehát ezt nem
kandi kamerával, vagy elrejtett diktafonnal, vagy magnóval vették fel. Ezt ő így nyilatkozott, elmondta. És jön a fia, aki elmondja, hogy semmivel, hát semmivel az túlzás, de nem ért egyet elődjének, apjának, Lipótnak. Tehát ő a magyaroknak vissza akarja adni a szabadságjogot, sőt, hát amikor alkudozó tárgyalások vannak, hát próbálják levenni a kurucokat a lábukról, hát elsősorban Bercsényit és Rákóczit. Bercsényinek nádori méltóságot ajánl fel, és pontosan tudják, hogy Rákóczit ilyenekkel nem lehet levenni. Tehát viszont hát Rákóczi nem akármilyen kinézetű férfi ember volt. És jelzem, hogy férfi volt. Tehát nyomatékosan. Férfi volt. Tehát olyan típusú férfi volt, aki ismerte a szerelmet. És ha véletlenül egy mutatós, gyönyörű nőt látott, hát akkor nem kolostorba akart rohanni. Hogy micsoda kísértésekkel kell neki szembenéznie. És minden forrás elmondja, tehát akár szerették őt, akár nem, a személyes varázsa. Tehát ezért próbáltak annyi merényletet elkövetni ellene. Ezért könyörgött, hát lehet, hogy, sőt, hát nyilván benne van ez az önilaggazolás is Károly Sándor levelébe, hogy Isten szerelmére könyörgöm, jöjjön haza. Tehát ahol ő személyesen megjelent, tehát Rákóczi, ott mindent abban a pillanatban a maga oldalára tudott állítani. Tehát daliás termetű volt, rendkívül arányos testalkatú volt, hát az arca nemes, és amikor részletezik a leírás, milyen a tekintete? Már-már parancsoló. Ezt Franciaországban jegyezték fel róla. Hát a fejedelem. És képzeljük el szemlesütve. Azt parancsolom. Tehát ha ő ránézett valakire, mintha Mátyás király szólalna meg. Hát egy király nem csak mondjuk szóbeli úton, hanem maga Mátyás mondja, tekintetemmel. Tehát tekintetemmel, és aki olvasni tud a tekintetemből, tudja, hogy mit parancsoltam neki. Na most egy királynak olyan emberei, most a tekintetet ne úgy vegyük, hogyha ideges, akkor látom, hát én is látom, hogy hú, villog a tekintete. És képzeljük el, hogy egy magyar király, vagy uralkodó, vagy fejedelem körött, és ezt elmondják Rákóczi udvaráról is, hogy testvéri a kapcsolat, tehát testvéri. Tehát milyen volt Rákóczi fejedelem udvara? A régi magyar királyok udvarát idézte. Tehát nem elnyomó és zsarnok, hanem testvéri. És éppen ezért az alattvalói őt, a legnagyobb szeretettel, nyilván így túlzán vakon követik. És ezért Rákóczi nagyon tapintatos akkor, amikor parancsolni kell, de nagyon határozott. És ugyanakkor, mivel nagyon érzelmi dús a kapcsolat, ezért néha nagyon szigorúnak kell lenni. Nem tudom, hogy ismerjük-e azt a tanártípust, gyerekkorunkban, aki megtapasztalt ezt a két végletet, tehát két véglet volt. Az egyiket azért szerettük, mert órán bármit megtehettünk. A másikat azért szerettük, mert az órán tulajdonképpen csak azt tehettük meg, amit ő akart. És nem zsarnok módon volt szigorú, hanem rajongani lehetett azért a szigorúságért. És ugyanakkor pedig Rákóczinak egy fejedelmi, méltóságos sugarzó tartása, amit nem lehet megtanulni. Tehát hát képzeljük el, nem tudom, hogy ki látott 14. Lajosról festményeket. Igaz, hogy már idősebb korú, nem is tudom, hogy férfi vagy nő. Ekkora nagy bodorított parókába, ilyen kicsit felpuffadt arccal, és keresztbetett lábakkal. Az ember csak úgy nézi. Vagy nézzük meg Első Péter orosz cár. Látszólag jobbak fizimiska, de ez a tipikus, hogy úgy mondjam, éjszakai életbe belemerülő avantgárd értelmiségi típus. Tehát egyszer majd érdemes lenne megnézni Rákóczi kortársainak,
az arcát. És akkor nem csodálkozunk, hogy ahol Rákóczi megjelenik, hát ott mindenhol, Úristen, ez tényleg fejedelem. Ez tényleg fejedelem. Na most egy fejedelem tud hódítani is. És hát Rákóczit, amikor még úgy puhatolozó tárgyalások vannak József részéről, hát megpróbálják bizonyos nők beiktatásával. Tehát régi a recept. Keress egy nőt, küld el oda, mert tudják, hogy ott nem lehet anyagi szinten megfogni. Na de egy ilyen férfiúi erő, aki ráadásul úgy megbecsüli a gyengébbik nemet, és itt jön a fejedelem tartása. Kisasszony Bécsből jött, rendben van, itt van a hat lovas hintó, holnap hajnalban lehet szépen visszamenni. Pedig ez az első nagy szerelme volt neki, akinek meghalt a férje, és hát pont azért, mert Bécsben tudták, hogy a kamasz Rákóczi ebben nagyon szerelmes volt, hát őt küldték, hogy egy kicsit megpújítsák. És egyszer nem lehetett. Tehát szilárd jellem. Na most ennek a szilárd jellemnek most tényleg most már tömöríteni kell, mert viszont az utolsó túlléptük, de ezt nem szeretném a következő alkalomra hagyni, ezért gyorsan felolvassuk csak. Tehát tulajdonképpen milyen gyökerei vannak Rákóczinak? Ez egyrészt egy 1704-es kiáltványból is kihámozható, és még valami. Amikor itt nálunk szabadságharcot hirdetnek, kicsit olyan setesuta módon, elfelejtik a külföldi világot tájékoztatni arról, hogy mi a magyar, ki a magyar, mióta van itt magyar, egyáltalán mi van a magyar történelemből, és tele van a világ most azzal, hogy Horthy kultusz. Most erre mit mond az ember? Rendben van, nem tudunk se így, se úgy hozzászólni. Felállítanak itt szobrot, felállítanak ott szobrot. Tökéletes. Igen ám, de mi az, aminek mégis meg kellene valósulnia? Nem, hogy őstörténet. Naponta tévében, rádióban, mondjuk annak a történelmi időszaknak feltáró, oknyomozó, elfogulatlan feltárása. Akkor lehetne mondani, így mi van. Így lehet mutatni arra, persze kinevezik fasisztának, persze az ország egy része azt mondja, hogy nem fasiszta Horthy, persze a világ közvéleménye azt mondja, hogy fasiszta, tehát Magyarországon a fasizmus újjászületőben van. És ezt Horthyval meg lehet csinálni sajnos, akiről tudnivaló, hogy soha senki még csak a kiadatására sem gondoltak. Tehát minden harcoló fél számára Horthy annyira tiszta, őszinte, egyenes, makulátlan ember volt. Na, mindezt miért lehet megcsinálni? Mert alapvető dolgok nincsenek tisztázva. Tehát ha én lelkesedni akarok azért, aki vagyok, vagy aminek tartom magam, és népnemzeti szinten szólalok meg, akkor bármennyire hihetetlen, és ha már a nemzetet kiviszem a világpolitika színpadára, van internet, világos. Megkérünk két, nem tudom, hogy hívják ezeket, most hirtelen nem ugrik be, nem Boglárkának, hát valamilyen... Nem. Ezt csinálják, tehát ez a feladatuk. Hogy? Nem. Az, köszönöm szépen. Mondtam, hogy Boglárka, tehát valami. Na, tehát gondoljuk végig. Nem fogjuk elhinni. Nemzeti szinten az internetet egy nép nem használja. Melyik az a nép? Magyar. Internetezgetnek. Na de 15 millió magyar van a Kárpát-medencébe. Ráadásul nemzetközi. Tehát kicsit agyalá... Nem, ez csúnya ez a kifejezés.
Tehát kicsit annyira mindennapi problémák bűvkörébe élünk be, hogy még azokat az eszközöket sem tudjuk használni javunkra, ahol egyszerű, tehát nem azt kell beütni, hogy a magyar az egy ősnép, hanem megvannak az internetes hálózaton a megfelelő nemzetközi fórumok. Minden ország képviselteti magát, egyet kivéve. Hát ezt tudjuk, hogy mit jelent? Valaki zsebből két fiatal embernek odaadja a pénzt, hogy ne haragudj, csináld már meg. Nem kell elmenni, le kell ülni egy szobába. Szóval ezt a, bár elnézést kell kérnem, de töketlenség. És közben semmi érdemleges válasz arra a szennyáradatra, ami a világ irányából ráárad Magyarországra. Lehet ezt szabadságharcnak nevezni? Vagy küzdelemnek? És közben onnan kérünk pénzt, akik ellen küzdünk. Na most erre mit mond az ember? Hát én tisztelem, becsülöm őket, de ők sem ismerik tulajdonképpen azt a népet, amelyikre hivatkoznak. És olyat meg tényleg legalább ezt nem kellett volna elkövetni. Most képzeljük el, hogy felmegyek Brákóczi Bécsbe, szabadságharc. Nem tudom, hogy kedves Lipót császár mivel tudna bennünket támogatni. Mert most maga ellen mi szabadságharcot hívtunk. Tehát tárgyalások a valuta alappal. Hát itt nyilván az ember sejti, érzi, hogy más időket élünk. De oda kell figyelni arra, hogy azt a fogalmat, hogy szabadságharc, azt megőrizzük azon a szinten, amilyen szinten Rákóczi használta. Mert ha minden szavunk, minden tiszta fogalmunk elveszíti az eredeti jelentését, jön Vitéz János esztergomi érsek intelme, a világ vége akkor jön el, amikor a szavakat úgy használják, hogy a szavakat nem eredeti jelentésük szerint használják. Tehát a lázadás, a csetepaté, azt mondani, hogy nem, azért ez mégsem, ez nem a szabadságharcnak a területe. Ezek ilyen ösztönös tapogatózások. És ahhoz, hogy mi valóban el tudjunk eredményt érni, példát lehetne venni Rákócziról. De a neve sem hangzik el. Egyáltalán kinek, minek hangzik el a neve? Pufogtatások minden irányból. Arra van éppen példa. Na most nem Rákóczi, hanem a magyar nemzet, és hát lehet nyilván tudni, hogy Rákócziék, Bercsényiék fogalmazták meg, gyakorlatilag egész Európában egy körlevelet adnak ki. Tájékoztatják Európát. Nincs tévé, nincs rádió, nincs internet, nincs műhold. És francia nyelvre is, német nyelvre, sok nyelvre lefordítják, és ezek... Amit itt most fel fogok olvasni, ez már az eredetinek egy átültetése, adaptációja. Tehát lehet érzékelni, hát egy francia abbéra gyanakodnak, hogy úgy írta át ez a francia abbé 1704-ben, hogy a francia is megértse. Na most érdemes figyelni. Tehát bemutatkozik Magyarország. Nemzetünk ősi, mint az ország, amelyben élünk. Könnyen érthető? Hát nincs hablaty, meg elnézést, hogy bejöttünk Európába. Hát tényleg már megyünk is ki, bocsánat, hogy élek. Nincs kérdés, hogy ha van Európában ősi nép, népnemzeti szinten, az a magyar és Magyarország. Nemzetünk ősi, mint az ország, amelyben élünk. Leszármazottai vagyunk azoknak a régi pannonoknak, tehát a régi pannonoknak. Na most itt lehet felsorolni, na ugye Pannon, na ugye a római birodalom. Pannóniának hívnak a római birodalom idején bizonyos területeket a Kárpát-medencében, de a római birodalom a Kárpát-medencét soha nem tudta elfoglalni, ébresztő. Ehhez képest aztán még 300 évet is úgy abszolutizálják, mintha a római birodalom őshonos lenne a Kárpát-medencébe, és akik harcoltak ellene, na azok voltak a barbárok. Most kik harcoltak ellene? A pannonok.
Hát Szörényi László irodalomtörténésznek megjelent egy könyve, Hunok és jezsuiták. Ez a valamelyik Attila évforduló, mert volt egy idő, amikor Zsinórba jöttek az Attila évfordulók, tehát halálának volt évforduló, a katalonum ütközetnek, amikor a Attila rockoperát is bemutatták. Tehát ez azokban az időkben volt. Még Nemeskürti István is több forrásgyűjteményt adott ki. Például Hadráma Attila királyról. Aztán Pap Gábor és megjelentetett egy olyan kötetet, ahol Hegedűs Lajosnak egy olyan Attila drámája 1850-es évekből, hogy nemhogy nem adtak ki addig, hát gyakorlatilag át sem írtak. Tehát a kézírat. Na most ez tényleg világdráma Hegedűs Lajosé. Irodalmi szint. És gondoljuk végig, így sikkadnak el raktárokban a magyar művelődés történet emlékei. Mert nyilván, ha volt ilyen, hogy Hegedűs Lajos, csuda tudja, hogy Pap Gábor hogyan elmondja egyébként, tehát lehet tudni a történetét. De mi van, ha Pap Gábor nem akad rá? Senkihez nem jut el hozzá. Tehát mit jelent a magyarság számára egy levert szabadságharc után mondjuk az attilai örökség? 49-ben verik le, 1850-es években írja. Hozzáteszem nyilván magyar nyelven. Tehát Szörényi László irodalomtörténészre visszatérve szépen kiad egy ilyen kis kötetet, ami arról szól, hogy hogyan jelenik meg Attila magyar király a keresztény költészetben, és elsősorban a jezsuita rend költészetében. Na ma, ha egy magyarországi vagy magyar jezsuita Attiláról úgy írna, hogy magyar király, hát kikergetnék a világból. Tehát megint egy ilyen kis tényleg oldalt kitekintés. Vallásos közösségek, akár szerzetes rendek, senki számára nem volt kétség, és ezek tudtak latinul, tudtak görögül, ismerték az Ószövetséget, ismerték az Újszövetséget, hogy Attila magyar király. És eposzok születtek, jezsuita, magyar költők, eposzai latin nyelven, vagy magyar nyelven. Volt, aki latinul, általában ez latin nyelvű költészet, Attiláról. És ott írja az egyik jezsuita költő, hogy Pannónia egy régi szkíta királynak a neve. Na most, tehát nem egy tartománynak a neve, nem is, mert gondolom azt észrevettük, hogy már a középkorban találgatások vannak, általában külföldi humanista szerzők vetik fel a kérdést, Pannónia név honnan származik. És próbálják a péniszből, pániszból, pánból, görögből, latinból, mindenből, a kenyérszó, mindenből próbálják magyarázni. És a magyarság hogy válaszol rá? 200 év múlva mondjuk egy jezsuita költő. És ezek egyházi hatalmasságokat töltenek be. Tehát nem arról van szó, van egy jezsuita rend, ahol véle van egy habókos kis jezsuita, aki őstörténeti álmodozásokra adja a fejét. Pannónia egy ősi, régi szkíta királynak a neve. Tehát kik éltek itt a Kárpát-medencébe? Szkíták. 1704-es kiáltvány. Nemzetünk ősi, mint az ország, amelyben élünk. Leszármazottai vagyunk a régi pannonoknak, akik nagy hódításokat vittek végbe, úgyhogy hazánkat sohasem igázták le a velük hadat viselő hírneves hódítók. Hát itt utalás Dareioszra. Minden magyar krónika elmondja a bevezető részben, hogy például Dareiosz, Xerxész, perzsa királyok mikor éltek, nem tegnap, nem tudták őseinket legyőzni. Hát a kijevi csata előtt álmos fejedelem Anonymus művében azzal bíztatja a honba visszatérő magyarokat, többek között, hogy Dareiosz sem tudott minket legyőzni. Tehát itt van egy nemzeti emlékezet. Ezt nem lehetett toposzként hozta a batyúzó szerzetes, persze galliai kolostorból hova, Kijev alá álmosnak. És ő nagy álmodozó volt. Attila, nem kell egy európai népnek sem, hát akkor nekünk jó lesz, hát akkor rendben van.
Most képzeljék, egy néppel elhitetik azt, hogy amit a múltjáról tud, az tulajdonképpen egy irodalmi félreértés és toposz és külföldről behozott klerikusok által terjesztett rémképnek az eredménye. Hogy külföldi keresztények, akik rettegték a hunokat, megláttak minket, tőlünk is úgy rettegtek, mint a hunoktól. És ez nekünk nagyon megtetszett. És azt mondtuk, ja, hát akkor mi vagyunk a hunok. Hát ha így féltek a hunoktól. Ez elmebetegség. És egy Bethlen Gábor mit mond? És azért gondolom, tudjuk, Bethlen Gábor megint csak nem egy felkapaszkodott irodatöltelék volt. Anyai ágon Attila királytól származik a családom. Hát ezt ne felejtsük el, oklevelekkel kellett bizonyítani. Hát az nem úgy van, hogy Bethlen Gábor vagyok, gyerekek, nem tetszem, na majd fogok. Nagymamám Attila király felesége volt. Na, ugye, hogy jó a dolog? Vagy mit tudom, leánya, vagy húga, vagy valamilyen boldog őse. És gondolom érzékeljük, hogy az egész magyar múltunk irodalmostól, krónikástól minimum Attilára hivatkozik. Tehát, unokái vagyunk azoknak a harcos népeknek, és azért ez nagyon szép harc lesz ugyanis. Unokái vagyunk azoknak a harcos népeknek, amelyek hadvezéreiket és főembereiket mindig maguktól választották meg. Maguk választották meg. Magyarul, gondoljuk végig, fél mondatok, elmondjuk, hogy kik vagyunk, mióta vagyunk itt, és mit akarunk. Mi mindig magunk választottuk a vezetőinket. És nem négy évenkénti választásokon. És akiknek mindig csak a parancs, na most érdemes odafigyelni. Ez tényleg meghökkentő lesz innentől kezdve. Na most ehelyett van ez a Koppány István álcirkusz. Hát ha mi ismernénk ezeket a forrásokat, tudnánk, hogy Rákóczi nem Koppányra, hanem Szent Istvánra hivatkozott. Hát az életben nem lehetne bennünket ezzel etetni Badinyi Jós óta. Meg aztán tudni kell, hogy a két világháború közötti, ezek jogos mozgalmak, csak át a ló túlsó oldalára. Nem ismeri a magyar forrást, hogy léphet fel a magyar nevében? Hát persze, hogy jól hangzik, hogy Koppány István, nem kell gondolkodni. Tehát most érdemes figyelni. Tehát nem Szent István veszi el Koppánytól az ősi szabadságjogokat, és gyarmatosítja a nemzetet, hanem a Habsburgok veszik el a magyaroktól, akik viszont elég dörzsöltek, hogy majd a 18., 19., 20. században kire fogják ráfogni? Hát fog rá Pistire. Hát mi makulátlanok vagyunk. Hát nézzétek meg Koppányt. Hol voltunk mi akkor, amikor a Pistitek már ott volt? Tehát, röviden és tömören, s akiknek, mert most többször mondtam, hogy érdemes odafigyelni, s akiknek mindig csak a parancsolás jogát adták, nem pedig a büntetését. Mert atyáink annyira szabadok voltak, 1704. Atyáink annyira szabadok voltak, hogy uraiknak csak az isteneket ismerték el. Urának a magyar nép csak az Istent ismerte el. 1704 Rákóczi kiáltványa a világnak. Itt nem arról van szó, hogy megszoktuk azt, hogy nincs áremelkedés, meg mindig tele vannak a boltok, hanem azt, hogy emberi világban élünk, de isteni összeköttetésünk megvan. És bennünket közvetlenül az Isten, a Teremtő irányít és formál. És a bűnösöket is csak az akkor imádott pogány istenségek papjai büntethették. Na erről kellene szövegelni. 1704-ben még teljesen világos, kristálytiszta, csak van egy probléma. Ez nem Szent István előtti évekről szól,
ez Jézus születése előtti évezredekről, ha nem tűnt volna föl. Tehát 1704, és a világot tájékoztatjuk. És egyikük sem, és a 14. Lajos udvarában sem úgy olvassák, milyen déli bábosak ezek a magyarok, a betyár minden itt neki. És most figyeljünk, hát annyiszor mondom, de hogy jön a fordulat, hogy lép be 1704-ből a Szent Istváni ügy. Amikor Magyarország első keresztény királya Szent István trónra lépett, népe elé szabályokat állított. Miről van szó? Trónra lépett, és szabályokat állít a halak világ hónapban, sötét világ korszakban. Nem kell követni a szabályt. Ismerjük azt az anekdótát, télvíz idején Pistike bent van, és mondja, hogy megyek ki cseresznyét szedni. És akkor a szülei utána szólnak, na de Pistike, tudom, sapkasál. Tehát végeredményben a szabályok arra valók, nem kötelező megtartani. De tudni kell, hogy mi az elemi szabály. Nyáron, ősszel, télen, tavasszal. És mi ebben a világhónapban, és mi Jézus születése óta. Tehát nem pogány, keresztény, meg egyéb dolgok. Na de hogy folytatja? De ezek inkább hasonlatosak voltak az atyai intelmekhez. 1704-ben nincs véres kezű Szent Pisti. Hát azért ne felejtsük el, már vallási megosztás, katolikus, református. És milyen kép él Szent Istvánról Rákócziak világában? Az, hogy az nem szigorú törvény volt, atyai intelem volt, szabályok voltak. Hát képzeljük el, kiküldjük a gyereket mondjuk tényleg játszani. Hát egy szülő felöltözteti. Tehát, hogy érzékeljem, hogy milyen világban élünk, mik a szabályok. És ezek inkább hasonlatosak voltak az atyai intelmekhez, mint sem az uralkodói törvényekhez. Második András király trónra lépése, na most tudnánk ma így fogalmazni? És sokszor álltam meg, de nézzük meg, egyrészt ekkora a szöveg, ekkora, és most tartunk itt a másik oldalon. Egy oldal sincsen. És magyar őstörténettől már a Rákóczi szabadságharcnál vagyunk. És mindenki tudja, hogy ki a magyar, kik voltak a királyai, Isten alá tartoztak, és most nyilván valaki el akarja venni, hogyan? Úgy, hogy az Istennel is szembefordul ezáltal a magyar szabadságjogokat. Második András trónra lépvény nem csak megerősítette a királyság valamennyi törvényét, hanem egyensúlyt is akar teremteni a királyi hatalom és a szabadság igazsága között. Hát ez már jogtörténelem. És 1222-ben kibocsájtotta híres ediktumát, amelyben megerősíti a magyar királyság összes ősi jogait és szabadságait. Na most kérdezem én, nem hogy azt nem tudjuk mondani, hogy mi nem vagyunk ilyenek, olyanok, hanem mi a dráma? Ha megkérdeznének most 10-ből 8 magyart, és azt a 8-at megtalálnák BBC-től és Al Jazeera-tól, mit tudna mondani? Egy elképesztő ellenszenves, zavaros szöveget. Hogy tulajdonképpen bejöttünk ide Árpáddal, lóháton, de finnugorok vagyunk, pogányok voltunk, igaz, hogy a legtöbb szentet mi adtuk, és ilyen, nem tudom, hogy érzékeljük. Tehát ez a mentalitás, ez minden ember számára ellenszenves, ezért kényszerítik ránk. És ha magunkra vesszük, akkor nem ők a felelősek, hanem mi tunyultunk el ennyire. Mert azért felnőtt korban engedelmet kérek, azért van annyi információ még ma is a világban, hogy legalább odáig eljön, hogy ennyi hülye nem létezhetett itt 1000 éven keresztül, hogy olyat tartanak ősünknek, aki soha nem volt. És észre se vesszük, innentől kezdve Kölcsey hiteltelen, Arany János hiteltelen, miért?
Hát ezek nem finnugorizmusból indítanak, és nem Árpáddal indítanak, hanem minimum Attila. Hát gondoljunk Berzsenyi Dánielre. Hát végig lehetne követni a sort. Hát még egy József Attila is többször megtárgyaltuk. Kire hivatkozik, hogy miért lett költő? Hanem kisiskolás koromból Attila királyról szóló olvasmányok kerültek a kezembe. Pont. Nem Petőfi, nem Arany, Attila, tananyag. Soha nekem senki nem mondta meg irodalom órán, amikor a kurikulum vitae szóba került, hogy József Attilát, Attila király hogyan ösztönözte, hogy magyar költő legyen. Hanem mintha nem is létezne. És gondoljuk végig, így tanítani irodalmat és történelmet, hogy ami fontos benne, az a tanár számára is egy fehér folt, és úgy adja tovább, hogy a diák számára is fehér folt legyen. És aztán majd a fehér foltokat szépen beszínesítik nekünk, vagy éppen hát nem színesítik, hanem szépen mocskolják. Na, jön Rákóczi. Most már tényleg meggyorsítom a dolgot. Vallomások emlékezés. Nevezetes Báthori család egyik ága, Ecsettől, hát gondolom tudjuk, nagyanyja Báthori Zsófia volt. És a Báthoriakról elmondják a következőket, még egy Báthori Gáborról is. A Báthori Gábor váltja Betlen Gábor. Most ez a Báthori Gábor, ez megint egy ilyen atléta termetű valaki volt, olyan erős férfi ember volt, hát az, hogy a lópatkot bármikor, bármilyen irányba eltöri, kicsavarja, összetöri, két combjával lovat agyon tudott nyomni. Szóval így fékevesztett egy ilyen élvetek, de ugyanakkor karizmatikus, tehát egy nagyon érdekes jelenség volt, de olyan többlet erőkkel rendelkezett, hogy ki kellett iktatni. Szóval nem tudta zabolázni, féken tartani az erejét. És ezt a Gábort váltja Báthori, vagy Betlen Gábor. Na most ennek a Báthori Gábornak hónapokon keresztül a holtteste temetetlenül hever. Hogy? Romlatlan. És itt írják le a kortársak, hogy a Báthori kripta arról nevezetes, hogy ott általában a családtagok teste romlatlan, épp állapotban van. Na most az utolsó ilyen karizmatikus Báthori nőágon éppen Rákóczinak volt a nagyanyja. Tehát meg is említi. Tehát ezt a nagymamáját ő nagyon szerette. És hát Rákóczi pont a Báthori ág révén, hát először francia uralkodó, utána orosz cár, közben állandóan a lengyel rendek, állandóan meghívják Lengyelország trónjára. Tehát Rákóczi, hogy érthető legyen, óriási a tekintélye. Csak ő pontosan tudja, ha most elmegy lengyel királynak, mi marad a hazával. Hát azért nem lehet úgy királykodni, hogy két fenékkel egy lovat. Tehát előbb rendbe tenni a magyar ügyet, utána el lehetne már a lengyel királyságot fogadni, és akkor nagy fordulatokat lehetne végrehajtani. Tehát a nevezetes Báthori család egyik ága Ecsettől nyerte a nevet, és Evár akkor jutott öröklés útján a családon birtokába, amikor ez a család apai részről való nagyanyámmal kihalt. Címerében 3 sárkányfog volt, a fogak körül 1 sárkánnyal. Minden időben az volt a hagyomány. Minden időben az volt a hagyomány. A hagyomány ekkor szentírás. És nem azért, mert kóholomány, hanem azért, mert igazság. Minden időben az volt a hagyomány, hogy amikor a szkíták megtelepedtek, magyarul a magyarok, kik? Szkíták. És a szkítákat ókor óta a világ legősibb népeként tartják számon. Tehát egyszer el kellene dönteni, honnan veszünk történelmi leckét. Történelmi nagyjainktól, vagy a mai tananyagtól. A mai tananyagból, nem ettől remélem, hanem a hivatalosból nem árt tudni. Annak a sugalmazója az 1920-as trianoni békediktátum. Tehát úgy van kialakítva, hogy magyar magyarságához ne tudjon hozzájutni.
És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy jó szándékú a pedagógus, rossz szándék, huszadrangú kérdés. Kedves pedagóguskám, hogy te mit tudsz, vagy hogy gondolod? Nem te csinálod a történelmet. Vagy ha komolyan veszed, amit csinálsz, akkor az antitörténelem. És nemzeti katasztrófát idéz elő, mert ő jó szándékkal. Ismerjük a középkori mondást, pokol felé vezető út, nem rossz szándékból van kikövelezve. Tehát emberileg itt nem lehet elmarasztalni senkit. Viszont egy pedagógusnak hivatása van és nem foglalkozása. És annyi tiszteletet adjon meg annak a népnek, amely múltját tanítja, hogy komolyan veszi annak a népnek a hagyományát. Tehát, amikor a szkíták megtelepedtek az országban, egyiküknek opos nemzetségből, és kiderült, hogy opos, bátor opos, ismerjük ezt Szent László és Salamon idejéből, hát szkíta származású volt. Hivatalos történelemtanítást nem fogjuk elhinni. Hát ezek ilyen betelepítettek, vendégek. Hát Rákóczinak tetszett volna mondani, hogy ki ez az opos adott esetben. Tehát opos nemzetségből megölt egy sárkányt azon a helyen, ahol aztán ezt a várat építette. Ekkor kapta a bátor nevet. Emlékszem, most figyeljünk, hogy kincstárunkban, őrzött ritkaságok között láttam egy buzogányt. Tehát ez már nem irodalom és nem tananyag, hanem kincstárunkban, őrzött ritkaságok között láttam egy buzogányt. Én azt is tudom, mert mindenki tudja, mert feljegyezték, hogy a Veselényi összeesküvés elbukott, és Széchy Máriának a Murányi várat át kellett adni, a nádor özvegye volt. Hát a kincseket is elvették tőle. Leltári katalógusban Attila király buzogánya. Kinek a buzogánya? Veselényi nádor idejében. Na, ezeket a kincseket is eltüntették. Hát Rákóczi leírja. Soha azokból a kincsekből, amit Munkács ostroma után becsület szóra, megőrzésre édesanyám Lipótnak átadott, azokból a kincsekből soha semmi nem jött vissza. És ezek a kincsek, ha egy értéknél értékesebbek voltak, beolvasztották. Hát ennek volt szakirodalma is a két világháború között. Azóta nincs ennek szakirodalma. Hogyan vándoroltak magyar nemesi kincsek Bécsbe, mi lett a sorsuk. Tehát, emlékszem, hogy a kincstárban őrzött ritkaságok között láttam egy buzogányt, amellyel bátor a szörnyeteget megölte. Aztán megyünk szépen tovább, és ezek az utolsók közé tartoznak. Vaj Ádámnak írja 1713-tól. Hát ez egy részlet. Most azt keressük, kicsit kifutottunk az időből, milyen talajon áll Rákóczi. Tehát nincs identitás tudatbeli válság és probléma. Hogy hú, az anyám Zrínyi. A zrínyiek horvátok meg magyarok. Na akkor én ki vagyok. Hát ha nem akarom ezt folytatni. Hát ha magyarnak tartja magát, magyar. És Zrínyi Miklós is magyarnak tartotta magát. Na most érdemes figyelni. Nimrodtól fogva nem volt fejedelem, aki szívében jobban elismerte volna valakinek a hűségét. Tehát Rákóczinak ez egy nyelvi, hogy úgy mondjam, olyan, mintha egy szólásmondást, hogy nyugodjon meg Vaj Ádám, mert megbízom benne. Na igen ám, de kicsit úgy fogalmazza meg, mint ahogy az evangélium, vagy a Ószövetségben is van, azóta mondják a népek, hogy olyan nagy vadász, mint Nimród. Tehát Nimródot Rákóczi minden magyar és hún ősének, a világ első királyának és a jó fejedelem példaadójának tekinti. Tehát milyen hatalmi eszménnyel rendelkezett Rákóczi? Hát nem csak Attila. Attila címében ez volt, ő a nagy Nimród unokája. Tehát töretlen egy ősi fejedelmi uralkodói hagyomány. Aztán hogyan jön át a közelebbi történelemben?
fiainak testamentumba. Tehát ha valaki azt mondja, hogy végrendelkezek, ez az üzenetem, ezt megint komolyan kell gondolni. Adjatok hálát az isteni jótevőnek, és áldjátok őt. Ez azért érdekes, mert ezeket a forrásokat, ha nem ismerte Badinyi Jós Ferenc, akkor nem ismerte a magyar művelődés történetet. Vagy ha ismerte, akkor nem tekintette lényegesnek. Viszont ha nem tekintette lényegesnek, nem ismerte. Miért ráhivatkozok? Azért, mert ő tényleg lelkesen szerette, védte, féltette a nemzetet. Csak azzal a történelmi tudattal, amivel ő tette, nem lehetett nemzetet védelmezni, mert megosztotta. És a legnagyobb bűnösnek Szent István tüntette fel. Na most ezért gratuláltak neki külföldi egyetemekről már az életében, professzor úr, csak így tovább. Mi a maga kutatási eredményeit soha nem fogjuk akadályozni. Tesz könyveiben és egyéb tanulmányaiban közé tette. Na most döbben meg az ember. Adjatok, fiainak mondja, adjatok hálát az isteni jótevőnek, és áldjátok őt, hogy egy olyan nemzet véréből születtetek, amelynek első királya Szent István, a Caritas a szeretet. Hol van a véreskező Szent István? És még egy apróság. Van Attila, van Nimród, van kereszténység, nincs keresztény vallás megtagadása, nincs kirekesztés. És ezt a Rákóczit átkozza ki a pápa. Tehát ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy itt egy kis különbségnek kell lenni katolicizmus és katolicizmus között. Tehát a karitász, hát ez a szeretet, ez a cselekvő szeretet. Valódi törvényébe oltotta a szabadságot. Itt megdöbben az ember. Tehát Szent István a magyar szabadságot a szeretetbe oltotta bele. És szabadság akkor van, ha én szeretem a népemet, nemzetemet és magát a szabadságot. Ha nincs szeretet, akkor üres fogalmakként lebeg szét. És elrendelte, hogy a szeretet uralkodjon benne. Aztán, tehát ez Szent István. 1726-ban dől Márkinak, hát ez már lehet tudni, ez már a számüzetés. De ő mindig készül a visszatérésre. De a mindenható úgy akarja, és Európában lobogni fog a háború lángja, kötelességem lesz feláldozni magam. Tehát kötelességem lesz feláldozni magam, na de hogy? Szent László király példájára. Most az ember elképed. Fél mondatokban a teljes, kozmikus, magyar ügytörténelem, amiből ha csak egy jottát engedek bárhol, megszakad a folyamatosság. Tehát Nimród, Attila, Szent Királyok, és nincs visszabeszédre lehetőség. Szent László király példájára. Feláldozta magát Szent László? Hát nem ötödik osztályos tankönyvekből szedi Rákóczi a történelmet, hanem azok tanítják neki, akik megélték, és szinte genetikai örökségként nem is kell továbbadni. Ez olyan, mint amikor a gyertyaláng ég, ott van a gyertya, és meggyújtják a gyertyát a gyertyával. Ugyanaz a láng megy tovább a másik gyertyával. Nyilvánvaló prédájától az igazságos és az isteni rendelések megfelelő cselekedetekkel megszabadítsam a népet. Na ez egy kicsit bonyolult volt. Aztán a következő. Hazánknak is úgy szolgálhatnánk hasznosabban, na igen ám, de ez első Rákóczi György. Hát az ő dédapja, hogyha jól emlékszem. Most ez miért érdekes? Mert Rákóczi György és Eszterházy Miklós megint ugyanaz a felállás. Úgynevezett három részre szakadt ország, felső rész a királyi terület, erdélyi fejedelemség. És hát lehet érzékelni, mi összeveszünk a harmadik Habsburg, aki kinevet majd minket. Na ez az, amit nem lehet külföldi szerzetesektől magyar klerikusoknak átvenni. Tehát Rákóczi György.
Írja Eszterházy Miklósnak. Hazánknak is úgy szolgálhatnánk hasznosabban, ha egyikünk a másiknak hátához vethetné hátát. Melyik nép az, ahol ezt a kapcsolatot háttársi kapcsolatnak nevezik? És a művelődés történetben aranyba öntött, hogy úgy mondjam, képei is fent maradtak. Hát ez a szkíta háttárs kapcsolat. Na most, ha ezek nem szkíták, nem hunok, nem magyarok, nem Attila utódai, akkor nem tudnak ilyen példákkal előlépni. Hát ez a háttársi kapcsolat egyébként török nyelvű népek körében mind a mai napig legalább a névlegesség szintjén fennmarad. De a Jézus születése előtti szkíta évezredekben ábrázolják, kis aranyveretekbe öntik. Hát egymásnak vetjük a válunkat, és hát a világ jöhet ellenünk. Magyarul, ha két vitéz, aki szkíta aranyöntvényeken, egyforma magasságúak, ugyanolyan a hajviseletük, olyan a ruhájuk, olyan a bajuszuk, olyan a szakáluk, olyan fegyver van. Kik ők? Hunor és magyar iker típusú szolgálatrendjét adja meg. Na most, ma hogy indítanánk szabadságharcot? Akkor el kell éhséglázadás vagy szabadságharc. A kettő nem ugyanaz. Az egyik külvárosi nyomornegyedekben bármikor kilobbanhat, a másikhoz főleg itt Európa kellős közepén szív, lélek, múlt, jelen és jövendő együttese kell hozzá. És végül az utolsó, ő felsége pedig, hát ez Rákócziról mondják. Hát ez azt hiszem, hogy a valamelyik országgyűlés alkalmával, pedig párduc bőrösen és forgósan megjárván a tábort. Na ebben a korban, mert ebben a korban már van irodalmi emléke. Aztán végig, hát Vörös Marti zalánfutásába, ki a párducos? Árpád a vezérlő fejedelem. Ki második Rákóczi Ferenc? Vezérlő fejedelem. Hát ő párducos viseletben van, ez megint kultúrtörténeti, viselettörténeti érdekesség. Egyszerű magyar végvári katonáknak honnan a búbánatból jut párduc tigrisbőr? Hát hozta a török kereskedő, de tessék mondani. Hát nem, hogy hívják azt a fehér medvét? Jeges medve. Tehát nem jeges medve írhája, bundája. Tehát végeredményben második Rákóczi Ferenc szabadságharca idején még jelen van, osztatlanul, világosan, tisztán, Esze Tamástól Bercsényig, Eszterházy Miklóstól Rákóczig, vagy Eszterházy Páltól, bocsánat, mert ez már az a korszak, mindenki tudta, hogy az őseink szkíták voltak, mindenki tudta, hogy ha most harcolunk is egymás ellen, egymásért harcolunk. És ma úgy van megosztva a nemzet, hogy igazi harc nincsen, de ennyire padlón még nép, amelyiknek ilyen múltja világtörténelemben, nem gazdasági szinten, lelki és érzelmi és gondolat és ikon még nem volt. Na mit szoktak mondani? Hát innen szép felemelni azt a zászlót, amelyen azok a betűk állnak most magyarul, Istennel, a hazáért és a szabadságért. Na innen folytatjuk. Köszönöm szépen.